Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Picsor Zoltán, azaz Fifika, a Dóc és Shakespeare. És Szörnyeteg Lajos. Vagyis Pifko Krisztián. Alias Mújó. És a Shogun. Úgy is van, jó van, ordítsál bele torzításig. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, máskor is. Egyébként mit akartam tőled kérdezni? Ja igen, a póker akkor passzol veled, vagy kiértett félrek itt? Az úriember póker cimbora értette félre a dolgokat, mert óriási kavarások voltak a szervezetések körül, de természetesen holnap nem póker van, hanem holnap van. Scroll Wheel Power. Igen. Na, és meggyógyultam. Hál' Istennek, most te is torzítottál, Csár. Hát akkor mindjárt lejjebb veszem a mikrofonom erejét. Hát, ha úgy jobb lesz, így egy picit talán jobb. Na. Úgyhogy pont holnapra sikerült meggyógyulnom. Úgy képzeljétek el, hogy teljesen félhalott voltam egész héten. Ilyen a világ, nincsen. Mert mi lesz pont holnap? Hát pont holnap lesz az izgalmas napunk. Miről beszélsz? Torták illata száll a szélben. Mikor? Nem hol? Nem. Jaj, február 7! Atya, nem jövő, baj. Jövő hét szóval. De te lemehetsz, megnézheted a helyet, eliszogatsz magadba. Én már lélekben arra készültem. Oda képzeled a sok vépert. Ha nem szólunk, ki lement volna. És nem, holnap azért föltűnt volna, hogy nincs. Magába csapkodta volna az asztalt, hogy nincs itt senki, nincs itt senki. Hát nem de hiszem. Telefonát kérek, de... Én már itt vagyok már mióta, mi van veletek? Jó, hát kicsit elcsúsztam naptárilag, Istenem. Na de akkor említsük meg, február 7-e, nem pontosítottuk még a kezdés idejét, mi legyen? Mert én most 6 órát írtam be a az eventbe. Nincs az későn. Azért mondom, kérdezem, hogy mi legyen. Szerintem 4 órára lehet nyugodtan ezt a tartást. Igen, én is ilyesmire 4-5-re gondoltam. Az barátságosabb, mert igazából nem dajdajozni megyünk, hanem hát dehogy nem. Komoly úri emberek. Ezt akartam mondani. A közönség találkozik. Dehogy nem. Ne vicceljél. Legyen ideje a desszertnek elfogyni a főétel után. Így. Na, egyébként torta lesz, Lackó Attila torta lesz, likvid rogyásig. Én azért így belegondoltam, hogy te, ha Lackó Attila csináltatja a tortát, te nem félsz, hogy abban lesz egy kis cézium, egy kis formaldehid. Minden, egy kis formaldehid. Minden, amit elkoboznak a röntgenen? Hát, nem tudom, szerintem biztos tudja, hogy átmegy a röntgen. Tehát a Lackó Attila úgy fogja odahozni a tortát, hogy röntgenképpel együtt. Hát remélem is. Mert ha nem, akkor nem eszünk belőle. Nem eszünk belőle. Vagy az övé lesz. Benne. Vagy az övé lesz az első szelet. Mint főkóstoló. Úgyhogy... Ja, ez lesz, aztán ígéretet kaptunk, ugye rengeteg, hát nem rengeteg, egy pár kereskedőtől. Sok likvid lesz, meg mi is lesz még? Lesz egy pár apróság ajándék. Így van, izgalmas meglepetések. Izgalmas. Meg én is tartogatok még azon kívül is meglepetést. Melyiken? A Shakespeare-en kívül? A Shakespeare-en kívül. Azt mondjuk el. Nem mondjuk el. De hát már kiírtuk. Ja, hogy a Shakespeare-t. Azt limitált példányszámú. 24 üveg. Tehát ha megszámozhatnád azért kézzel, hogy 24 per 1, 24 per 2. Shakespeare liquid. Úgyhogy szerintem nagyon zsír lesz. Ott lesz valakinek a valamije, akivel ma egyébként... Ez a nagyon-nagyon titkos valakinek a valamije. Szerintem ma beszélgetni fogunk vele is a podcastben, majd behívom, és akkor kiderül ez az egész, hogy kinek a mije. És remélem,
illetve, tehát így tudom mondani, remélem, hogy valamit felajánlhat azért, na már mégis. És körülbelül ennyi. Én meglepődtem egyébként, hogy többen x-elték a beszélgetést, mint a ivástevést. Meglátjuk. Bocsi, csak közben mandarin teszek. Azért van a pofádom bőr, de gondolom a mandarinon nincsen. Azon már nincs. Ahelyett, hogy málnát ennél. Ahelyett, hogy hát figyelj, néha így félrelép, tudod. Igen. Tehát ebből a monogámiából kilép. Málna. Ez is megvan, még sincs este. A medvék nagy barátja. Ja, bocsánat, hát ott lesz Boris, az orosz. Ó, exkluzív vendégeink lesznek. Olyan celebritások lesznek a körünkben, hogy ihaj. Na, nekiugorjunk a témáknak, és aztán majd ja, egyszer csak behívjuk a vendégünk. Meg. Ugorjunk, még meg akartam veletek osztani, hogy milyen katasztrofális hetem volt, mert ez nagyon durva volt, ilyen még az életemben nem láttam. Szarnapja mindenkinek van. Nem szarnapom volt. A hét közepére már konkrétan hiperszomniás tüneteket produkáltam, nagyon durva volt. Ugye múlt egy csütörtökön lezúztam a bordámat, és aztán ez végül is a múlt heti adásban nem veséztük ki a történetet. Megütötte a pókerlap, vagy mi van? Nem. Rádölt a kártyaasztal. Elcsúsztam, és levettem egy korlátot, egy fémkorlátot mellel, és ez kellemetlenül érintett. Első éjszaka még ugye az esti dogálás utóhatásaként nem sok mindent éreztem belőle. Viszont másnapra ez nagyon durván bedurrant, és onnantól kezdve nem tudtam éjszakánként aludni. Tehát így mindig rossz oldalra fordultam, és 2-3 óránként ébredtem kb., hogy hú, bakker, itt valami nagyon-nagyon nem jó. Ennek az lett a vége, hogy múlt egy sütörtökről egy szerdára odáig elfajultak a dolgok, hogy annyira nem tudtam kipihenni magam, hogy a hét közepén konkrétan napközben 2 óránként elbóbiskoltam. De itt teljesen, ez egész hetem az úgy mint a nyuggerek. Hát így a látóteret beszűkül, mint amikor nem aludtál mondjuk 2 napja, az az állapot, csak konstans, teljesen gáz. És így szerdán így elkezdtem utána olvasni, mondom, bakker, és így vénségemre hiperszomniás leszek, vagy mi lesz, hogy fogom itt tölteni a hátra lévő életemet, a 2 óránként elalszom. És bakker, és most csütörtökre egy héttel rá már meggyógyult annyira, hogy végig tudtam aludni egy éjszakát, és mintha kicseréltek volna. Úgyhogy fú, ez egy rémálom volt ez a hét. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ne zúzza le az oldalat bordáit egyáltalán. Hát azért mondjuk megérne egy misét az, hogy te hogy csináltad ezt, mert én nem akarom elhinni teljes mértékben a sztoridat, tehát ott lehet, hogy valami részegen buszról ledobás, vagy valami hasonló. Egyáltalán lehet. Nem, ez az italozó helyen a sörözőben történt, a toalettőjön. Na, hát mondtam én, kicsit, hogy... Kicsit csúszott a padló, meg én is ügyetlen voltam, de hogy ez még az este korai szakaszában történt, tehát hogy nagyon nem öntöttem fel a garatra, nem mondhatjuk, hogy lerészegettem és összetörtem magam, mert akkor még nem. Megcsúsztam, és potty, ennyi, előfordul. Örülünk, hogy felépültél, mert akkor így mehetsz a Legion Run-ra, ami Andor szervezésében téged is vár szeretettel. Elmondom 1000-harmadszorra is, hogy nem nagyon szurkolok a Vaper gőzlér légiónak, de én nem fogok a témát részt venni. Én megmondtam, 3-ból 1 embernek ott kell lenni, Fifikával téged megszavaztunk. Még majd Clairvoynak mondom, csinált egy Facebook csoportot, majd oda is be fogunk téged invite-olni, hogy ne felejtsd el, hogy hányas a kabát. Az időpont egyébként változott, úgyhogy július 18-án lesz a Legion Run, úgyhogy ez lesz az, amire fel kell magad fizikálisan és szellemi szintben hozni a megfelelő fokra. Készülj! Én most már mondhatok bármit, látom, tehát 18-án fogjátok csak elhinni, hogy nem indulok tényleg. Figyelj, van az az adag nyugtató, amivel, hogyha begyógyszerezünk, akkor be tudunk lökni. A borda egyrészt, amit nem lehet gipszelni. Igen. Nekem is tört már a borda. Jaj. Sajnos úgy is maradt, ahogy eltört.
Meg rohadék helyen van, tehát semmit nem lehet vele kezdeni, ráadásul Igen. ugye akár a legkisebb mozgásra is mozgatja ott a környező izmok és szövetek, úgyhogy a Izmok, létező legkényelmetlen. Portaközi maradjunk. izmok, Maradjunk hát már izmok. mindenkiben vannak izmok, nem Schwarzenegger izmokra kell itt gondolni, de ha nem lenne izom, akkor nem mozogna. Na, ha már az izmoknál tartunk, akkor csapjunk bele a lecsóba, mert izmozott a Daily Mail a japán formaldehid hiszti kapcsán. Már hogy egy hete. Ugye, mi egy, már hogy egy hete? Nem, Ez ez még már, a tavaly novemberi. ez nem, Amikor nem. volt? Hát most két Ezt formaldehid hiszti volt, de ez a így van. japán, ez a Ez novemberi a japán. japán. Ja. Akkor te is pontosítsál. Ó, mert te Fizika a házi piszkosul, déli mélünk. tudod, hogy ez mikor volt. Tehát fölkérték a japánokat arra, illetve közzétettek egy helyesbítést a megjelent cikk kapcsán, hogy azért nem eszik olyan forró mákását, és hogy semmiféle bizonyíték nincs gyakorlatilag arra, amit a japánok állítanak. Ezért aztán elnézést kértek az olvasóktól a cikk kapcsán. Ritka egyébként, sajnos, hogy a sajtóorgánumok így reagáljanak a hülyeségekre, amiket így oda hánynak az olvasóik elé. Igen, a Daily Mail volt az, amit a múltkor ízekre szedtünk az angol cikk alapján, hogy egyik Így van. héten lehoznak egy elcigi párti, következő héten egy ugyanaz száporú elcigi ellenes cikket, össze-vissza hozzák az egészet. Itt ebben az elnézés kérésben, helyesbítésben az utolsó mondat az igazán jó, hogy valójában a japán kutatás eredményei alátámasztják az eddigi bizonyítékokat, miszerint az elektromos cigaretta lényegesen kevésbé káros, mint a dohánytermékek. Úgyhogy köszönjük, Téli. De hát ők tök mást olvastak ki az eredeti cikkben. Én ennek Tisztelt, ellenére több rákeltő anyag van benne, de annak ellenére azt nagyságrend. mondanám, hogy azért ne legyünk olyanok, mint ők, és ne legyünk ilyen harcos e-cigarettapártiak, mint ahogy ők harcosan ellene vannak, Akkor mik legyünk, mert Charlie? jó, nem érted, mert nyilván nem tudtam végigmondani, mert Ja, közbevágta. benne Tehát, van. hogy ne legyen az, hogy tűzzel vassal védjük a vélt vagy valós igazunkat, hiszen mindig vannak olyan kutatások, amire rájövünk, hogy hát még ilyen nem is volt. Úgyhogy. Én azt gondolom, hogy ebben a dologban tényleg a tudomány álláspontját kell követni a viták kapcsán. Ha valaki bebizonyítja teljesen jogosan, normálisan, észszerűen, alátámasztja mindenféle dologgal, hogy esetleg nem annyira úgy van, mint ahogy mi gondoljuk, akkor azt el kell, hogy fogadjuk. Na de amíg ilyen japán és angol tudósok megállapították kezdetű cikkekkel szemetelik tele a sajtót, addig nem tudunk mit tenni. Igen, amíg a Daily Mail levonja a konklúziót egy nem publikált adatból, addig A nincs saját értelme. kutatásainkra viszont támaszkodunk. Az teljesen mást mutat. Vagy arra a kutatásra jutott eszembe ez a régészeti bizonyíték. Ezt már olyan régóta beszerettem volna tenni, tehát az már, nem is tudom, 2 évvel ezelőtt így a fejembe járt a bagdadi elem és a vépelés közötti összefüggés. Tehát így vannak ezek a világ nagy összeesküvés elmélet gyártói, és akkor mennek ezek a iszonyat népszerű sorozatok. Én ezekre alszok el egyébként, ilyen enigmák, meg mi szokott lenni ez a földön kívüliek, UFO Daniken. találkozások, Deniken, stb. És teljesen észszerű gyerekek, ha végig gondoljátok. Huzalt már tudtak gyártani. Megvolt egyébként majd a cikket az a Bagdadi Elemről, ugye betesszük a podcast alá.
Az egész arról szól, hogy időszámításunk előtt, ami hülyeség, tehát Krisztus előtt, fú, ezért szegény Tretton Judit már leharapta volna a fejemet. Mi az, hogy időszámításunk előtt? Akkor is volt időszámítás. Hú, nekem most a Tretton Juditról beugrott mindenféle sci-fi irodalom. És gyakorlatilag 1940-ben 1940-ben fizika elnémult. 1940 után nem hallottam, hogy mit mondtál. Én tök jó hallok benneteket. Azt hittem azt mondani, hogy én tök jó hallottam magamat. Odáig hallottuk, hogy 1940-ben Wilhelm König, az Iraki Nemzeti Múzeum igazgatója, a kezébe vett egy ilyen agyakkorsót, és ahogy jobban megnézte, akkor tűnt föl neki, hogy hát bizony, akármerre nézi ezt a korsót, meg a tartalmát, ez egy galván elem. És ugye ebben a történetben az a legszebb, hogy több ilyen korsót találtak, Bagdad mellett az egyik ásatáson kerültek elő ezek a korsók. Gyakorlatilag tekinthetünk rájuk úgy, mint az ős 18650-es cellákra. Nagyjából egyébként megépítették őket újra, ugyanazokból az anyagokból, és na, nem is másfél, meg 1,2, hanem ilyen 2 volt körüli feszültséget tudtak leadni. Hát az olyan, mint neked egy gatyára, mint neked egy gatyára merített cella. Jó, csak a te cellád is több ilyenből áll össze. Azt tudom, csak mondom, tehát hogy te idáig használod. Egy ilyen cella ennyit tudott leadni, ez 13 cm magas egy ilyen agyakkancsó, ebbe egy 9 cm hosszú, 2,5 cm széles részhenger merül bele, és hát ugye, hogyha megnézzük, és egy szurokkal volt lezárva a tetej, és onnan egy szál vas rúd lógott ki. Egy, tehát ezt bárminek lehet mondani, csak annak nem, hogy ez egy galván elem. Tehát fifika, akár... fifika. Igen. Sok a duma. Fifi, ez mi ez a hang? Az asszony rak a tűzre. Jó, probléma? Az még, hát majdnem, nem tudom kiszűrni. Jó, tehát azért nem fogjuk. Nem. Két kérdésem van. Az egyik, mekkorát térdel, a másik, bírja-e a szubómot? Nyilván, hogy bírja a szubómot. Képzeld, mikor ez eldurran. És a lényeg az, hogy meg is vizsgálták, tehát biztos, hogy valamilyen elektrolit volt benne, ecet vagy citromlé a vizsgálatok alapján, és több ilyet össze tudtak kötni. És akkor így eszembe jutott, hogy hát mindenük meg volt, hozzáérted, kihúztak a múmiából egy kis gészt, megtekerték rá a 0,2 ómot, likvid, azt hajrá, érted. De azt hát mondd már el nekem, hogy erre mit kötöttek? A régészet, én egy értelmes régészeti, hogy mondjam, feltételezést olvastam, és abban azt állították, hogy galvanizáltak vele. Tehát fém bevonatokat képeztek, mondjuk arany bevonatot tudtak vele képezni, mondjuk egy réz tárgyon. Tehát hamisítottak. Hát igen, igen. Már, futtatták már akkor is. Már akkor is. Már akkor is ment a történet. Történet. Tehát azt kell tudnunk, hogy a vépelés egyik alapeszköze eléggé régi. Hazudok, tehát nem időszámítás, tehát nem Krisztus előtt, hanem a Krisztus 3 és 6. századra teszik Krisztus után az ellemnek a kilétét, de vannak olyanok, akik Krisztus előtt 2000 körül datálják a bagdadi ellemet, tehát itt még azért van. Igen, igen, nagy eltérések vannak. Ahogy néztem, az nem egyébként, az nem az a zsebbarát méret.
Figyelj, ha nézed a cellaméret változásokat, akkor lehet, hogy egyszer itt fogunk tartani. Annak idején Majd. nem voltak a miniatűrizálás hívei. Vissza a gyökerekhez. Vissza a gyökerekhez, így van. Na. Fogunk mi még sarogján összekötött autóaksikat húzni magunknak, miközben És főzőrünk. ha már a másolásnál tartunk. A gyerekek, szerintem megtaláltam az Alibaba medvehagymáját, tehát van egy cég, nem tudom, hogy ezt így publikus-e kimondanunk, Ne. ne, de ez az, De hát be van linkelve. benne, ja, hát igen, de Hát de igen, azt mi így látjuk, van, aztán ennyi. így van, de benne van az öreg barát, tehát ez nekem annyira tetszik. És hát nem tudsz olyat mondani, öcsém, amit ezek nem másoltak volna le. Tehát ez valami eszméletlen. Az volt csak a bajom, hogy ő igazából nagy értékelhető képet nem láttam a készülékről, de az első oldalon rögtön megakadt a szemem a Scarabeuson. De mindent, Charlie, tehát a vapor flash, a nem tudom én, a harc, GT2. GT2, tehát amit el tudsz képzelni, ezek mindent. 50 wattos boxmodok. Brutális. Brutális, és ha végignézed a választékot, olasz formatervezők műhelyeiből is merítettek innen-onnan. Szóval ez nem semmi. Egyébként meg lehet nézni, hogy 10 és 50 millió dollár között van a az éves forgalmuk. Igen. Na, hát ennyit a vajon megéri-e nekik másolni, vagy nem. Igen. Kezdetű dolgokról. Ugye egy ember van a világon, akinek a mikrofonja vetekszik a Pivko Krisztián mikrofonjával, az Loloke. Megnéztem az új reviewját, és egy ember van, akinek halkabb a mikrofonja. Itt vannak a kínaiak, gyerekek. Teljesen el vagyok csodálkozva. Kínai, nyilván ez céges ez a review. Te belenéztél, Charlie? Melyikbe? Jönnek a kínai? Négyes pont? Igen, 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 igen. Megvallom őszintén, hogy ebben a pillanatban kattintottam meg. A iStick. Erre gondolsz? Igen, ez egy iStick. De figyelj, iStick Killer, és van már benne zseblámpa, és tudod róla tölteni az iPhone-od. Érted? Tehát kész voltam. Azt nézem, hogy ilyen kis interfész van hozzá, vagyis hát valami... Igen, egy ilyen átalakító gyakorlat. Igen. És ami a durva volt, hogy egy olyan kazán nem bírt arra a kurva készülékre föltekerni, ami normálisan állt volna rajta. Tehát minden kezdő bemutató készítőnek, vagy aki ilyet forgat a fejében, annak ajánlom, hogy nézze végig, mert az összes hiba, ami egy ilyen review-ba fölelhető, az ebbe benne van. Tehát ez egy ilyen oktató videó jellegű dolog. De a saját YouTube csatornája van a srácnak. Aki egyébként egy pufi kabátban ül benne a boltban. Fantasztikus. Mit hoz ki ebből a ő 50 watt? És milyen kazánt teker rá? Nem látom. Ja. Egy Atlantiszt, amit nemrég videóztam. Hát persze, hát azzal bárki tud ködöt varázsolni. Jól nézd meg ezt a videót, Csári, hát vagy elesed egy-két jó trükköt belőle. Berakok én is a háttérbe majd ilyen mindenféle kanji írás jellel plakátot. Így is össze-vissza lájkolgatnak már a kínaiaknak, akkor majd valamit kiírok nekik. És a videó végén előveszi a
kardot, és elkezd üvölteni. De És egyébként ez, magát. igen, demozza a készüléket egy olyan kazánnal, amiből kisgőzt nem tudsz csinálni. Na mindegy, be is csuktam, ennyit ér a kissenzeni sárga. Ezt is ki szürkítem akkor. Mit szólnátok hozzá? Eljött az az idő, hogy kicsit felrúgva a hagyományokat behívjam a vendéget. Rúgjuk föl, hívjuk be. Hajrá! Megpróbálom, először ráírok, hogy van-e. Addig Oké, elmondom, látom, hogy hogy közben a ír. bagdadi elembeszélgetés közben leesett nekem, hogy akkor nem holnap van az a szombat, amikor megkapom az akkumulátorokat sem. És Jó reggelt! elszomorodtam. Jó reggelt! Üdvözletem! Jó reggelt kívánok! A vonalban itt vagyunk mi hárman, és itt van velünk Péter. Péter, Szevasztok, fiúk! Üdvözlöm a kedves hello! podcast Szia, hallgatók! Peti! Hello! Péter, aki még nem áruljuk el a másik nevét, de viszonylag sok folyadékot kever. Direkt célzottan tettem föl a kérdéseket a mai napon a podcasthez. Azért, mert a múltkori podcastet is hallgatta, és megkeresett, hogy úgy látja, hogy vannak emberek, akiknek soha nem lehet a fejébe verni ezeket az örökérvényű tapasztalatokat és alapigazságokat, úgyhogy beszélgessünk egy kicsit vele újra, és akkor ezzel már el is árultam, hogy vele már beszéltünk, és hogyha vele beszéltünk, akkor egy Péterrel beszéltünk az adásban. Ő pedig nem más, mint Mystic Peti, az én birodalmi málnám szállítója. Úgyhogy örülünk, hogy megint itt vagy. Köszönöm szépen, én is örülök, hogy megint itt lehetek. Mindenki elnémult rajtunk kívül. Fiúk, itt vagytok? Igen, igen. Ja, azt hittem, hogy meghallottatok, meg vagyunk hogy illetődve. igen, hogy Mystic Peti, és akkor jaj, mit kérdezzek tőle? PG, VG, jaj, pörgessük az agyunkat. Na azért ennyire nem misztifikáljuk túl a dolgokat. Hát pedig Mystic. Na. Misztiknek Mystic, de nem misztifikáljuk túl. Fölteszek én pár kérdést neked, aztán szabad szavasba is átmehetünk, ha gondolod, és még valami eszedbe jut közben. Kempf Tamás kérdezte, hogy miért hiszik az emberek, hogy a higítás töményítés. Ezt a részét nem értem. Segítsetek, fiúk, mert én nem értem. Miért akarnak etilénglikolt rakni propilénglikol helyett a likvidbe? 13-14 év körüli magát 17,5 évesnek hazudó rolleres gyerekeket. Ez már inkább a személyeskedés része, de a lényeg az az, hogy miért akarnak etilénglikolt rakni propilénglikol helyett a likvidbe. Először, amikor ezt kimondta Charlie, azt hittem, hogy rosszul hallok, de akkor ezek szerint nem hallottam rosszul, akkor te most azt mondod, hogy itt egyesek azt gondolnák, hogy fagyállót kell rakni a likvidbe? Hát nekem is fura a dolog, de... Ez így egy kicsit súlyosnak tűnik. Igazából a fagyállóról mindenki tudja azt, hogy ez egy mérgező dolog. Legalábbis az emberi szervezetre, nem is az emberi, hanem az élő szervezetre ez egy mérgező dolog. Ez az egyetlen egy dolog, ami ezt megisz, ez az autónak a hűtője konkrétan. Úgyhogy én azt mondanám, hogy szerintem ezt így meg se próbálja senki. Úristen, én nekem eszembe se jutna ilyesmi. Attól, hogy mind a kettő glikol, ez még kémiailag teljesen más anyag. Gyakorlatilag az egyik az egy méreg, a másik az pedig egy gyógyászatban, élelmiszeriparban, és sok-sok más iparban használt olyan vegyület, amit napjában megeszünk, napjában megiszunk, és ezáltal ugye napjában el is szívjuk. Na de hát azt azért az etilénglikorról nem mondhatnám el, legalábbis aki ezt megissza, annak hát sok haja már biztos nem nő, én szerintem. A látása se lesz szélesebb. Hát abban biztos vagyok. Egyébként pedig én pontosan tudom, hogy miért akarnak etilénglikolt keverni a likvidbe. Emlékeztek a legelső cikkek az e-cigarettáról. Igen. Nem vagytok még annyira öregek. Ja, hisztik, vagy álló van az elektromos cigarettában? Igen. Tehát ha valaki elkap,
az Akkor interneten időforma, de higgye. egy ilyen cikket, akkor ő simán gondolhatja azt, hogy jó, hát ebbe fagyáló kell, ú, de kurva jó, van apám kocsijába, vigyelkedek keveset a izébe. Fú, Egyébként, bőrület. mielőtt bárki, én előre is leszögezném most így a hallgatók miatt is, senki meg ne próbáljon ilyet, még véletlenül se, senkinek nem ajánlom, sőt, nagyon is ellene lennék ennek a dolognak. Ezt a dolgot egyetlen egy dologra használjuk, az autó motorját hűtjük vele, ezt tudjuk be, ez nem való elikvidbe, senkinek nem ajánlom, és nem, hogy nem ajánlom, ilyet nem mondhatnék, de én megtiltanám, ilyet nem, nem. Ez a Úristen, hallod? Jó, akkor lépjünk egyet vissza. Szerintem is, mert még túl sok ember fantáziájában megvan ez a szó, amit nem is mondok inkább ki, jó? Maradjunk abban, hogy az elektromos cigarettában propilén glikol való. Csak és kizárólag. Ti vagytok a lovagok, akik azt mondják, ni. Na de mire gondolt a szerző, mikor azt írta, hogy miért hiszik az emberek, hogy a higítás töményítés? Ez rajtam kívül érti valaki? Nem, én se értem. Jó, akkor ezt lépjük át. Bór András. Bocsáss meg. Igen? Tudom, mire gondolt a srác, amikor volt egy ilyen eset, hogy azt írta a srác, hogyha 2 6-os likvidet összeértük, az édes 12-es lesz. Baszki, tényleg. Ez most ebben a pillanatban ugrott be, hogy volt egy igen, ilyen, igen, ilyen akik így számolják, összeadják, az csókolom. És az a szerény 2% az én hasznom. Akkor így ezzel én tovább is mennék, akkor amit én az életem alatt elszívtam likvidet, az gyakorlatilag most már közel milliósra rúg. Hatna? Hát igen. Igen, igen. Te már talán nem is élsz. Akkor lehet, akkor csak úgy csinálok, tettetem az életet. Jöjjön a következő kérdés Bór András tollából, technikai kérdés lesz. Keverésnél hogyan érdemes PG-VG arányt számolni az aromával? Úgy értem, hogy az aroma alapvetően PG-nek, vagy víznek, vagy egyébnek tekintendő. Arra gondolok, hogy ha például egy 70-30 VG-PG arányú alapot keverek, majd ahhoz adok 5% aromát, akkor ugye ha az aroma PG alapú, akkor a 70 VG-m már is csak 66,67 százalékos. Igen, ebbe igazat adok a kérdés szerzőjének. A VG-PG arányt azt úgy számoljuk, ugye az elektromos cigarettáknál PG-bázisú aromákból dolgozunk. Ha PG-bázisú aromából dolgozunk, akkor elég nyilvánvaló, hogy ezt PG-nek is kell számolni. Szóval valójában a PG-ből én kivenném azt, amit aromában beleteszek, már így előre fejben. Igaz, hogy kicsit bonyolítja magát ezt az egész keverési folyamatot, viszont hogyha valaki nagyon arra hajaz, hogy ő neki pontosan 50-50-es leves kell, akkor ezzel érdemes így számolni. Én ilyen leveseket szívok? Te olyan leveseket szívsz, ami már... Amilyet kapsz. De gondolom, ezt aromája válogatja azért, hogy melyiknél milyen arányban van otthon. De beballaga, tehát azt nem értem, ha valaki már otthon kever, akkor miért nem ballag be a, nem, mit tudom is én, orvos műszer akármilyen szakboltba, és vesz egy 100 millis mérőhengert, vagy egy 50 millist, vagy amennyit szokott keverni, egy akkorát, amivel tud dolgozni. És akkor az a legegyszerűbb, hogyha 50-50-et akar, akkor beleönti a valamennyi aromát, nem tudom én, hozzákeveri a propilenglikolt, azt fölönti 50-re, és utána hozzáönt még 50 növényi. Ez kétségkívül leegyszerűsíteni a dolgot. Megvan az 50-50. Azt. Igen, igen, csak még azt ugye kifelejtettük ebből az egészből, hogy ugye aki otthon kever, az valójában még alapot is használ. Hogyha ilyen pontosan, már hogy nikotinos alapot, ha ilyen pontosan akarja ezt az egészet kiszámolni, akkor ez az ötlet, amit te említettél, ez tökéletes. Megveszi a 100 ml-es mérőhengert, abba beleteszi szépen az aromát, amit beleszán a likvidbe, ebbe beleteszi még plusz a kiszámolt nikotin mennyiséget, és ezt... Mert hogy az is PG alapú valószínű. Már aki olyat használ, igen. Ha a végé alapú nikotint használsz, nyilván ez a végéből fog kijönni.
hozzáteszi ezt a nikotinos PG-t, és utána feltölti az egészet PG-vel 50-ig. Ha ez megvan, erre ráengedi az 50 ml végét, ezt valamibe beletölti, jól megrázza, és akkor az korrekt 50-50-es lé lesz. Na, akkor ezt ennyi, azt hiszem 1200 forint egy 100 ml-s mérőhenger. Üveg, üveg. Ezt még egyszer elmondom, üveg. Mondani, hogy üveg, csak és kizárólag használjatok, ha lehet. Egy másik technikai jellegű kérdés, ez talán inkább hozzánk irányítja. Az LCG tesztekes review-ban, szétesik alattam a szék, és Blacky videóiban is állandóan azt látom, hogy megtekeritek a mikrokoilos vattás megoldásokat, majd utána már mondjátok is, hogy milyen az íze. Nektek nem szokott ilyen összefogdosott vatta íze lenni az első X sluknak? Ha nem, akkor hogyan csináljátok, hogy nem? Én minden vattázás előtt is alaposan kezet mosok még egyszer, meg persze a tekerés előtt is megmostam, de akkor is meg lesz az elején az a kellemetlen összefogdosott íz. Tudnátok tanácsot adni ebben? A vatta összefogdosott ízével kapcsolatban külön-külön is érdekelne a podcasterek tapasztalata, ki milyen technikát alkalmaz, hogy ezt elkerülje, ha van ilyen. Kezdeném a sort akkor. Én, hogyha ilyen mainstream dolgot használok, hogy mikrokoil, és rayon, mert nekem az a kedvencem, akkor jó, hát nem jóval hosszabb, olyan hosszú darabot vágok, mint mit tudom is én a hüvelykujjam. És annak csak a hegyét pödröm meg igazán kézzel. Azt a hegyét átdugom, a hegyénél fogva behúzom, és utána azt, amit én két-két oldalról lecsípek, azt eredményezi, hogy ott nagyon nem fogdostam a kezemmel, középen a tekerés, ahol hozzáér a vattához, ott a kezemmel meg még annyit se fogdostam, és gyakorlatilag ennyi részemről a truvája ebben az egészben, amit olvasgattam, hogy valaki csípesszel pödri, meg húzza, meg gumikesztyű. Hát a gumikesztyű is lehet olyan, hogy mindenféle talkum van rajta, meg mit tudom is én, milyen összeragadásgátlószerek, hát, tehát. Lenni, igen, a gumikesztyű, és akkor az a púder az rámehet a vattára, ha már gumikesztyűzünk, de szerintem ez nem jellemző. Még annyit lehet csinálni, hogy mikor az ember ezt megnedvesíti, mert szárazon nem rakja be a kazánba, megnedvesíti, ráízít, egy picit kiszárad, megint megnedvesíti, megint ráízít, ezt megcsinálja kétszer-háromszor, és utána über fasza. Ennyi volt az én észrevételem. Nem tudom más, hogy használja. Én azt szoktam csinálni, hogy van egy kedvenc márkám, miután egészségügyben dolgozom, Bradonet fertőtlenítő folyékony szappant, nem is drága. Tudom, és 1500, jó illatos. És 1500 forint körül van a fél literes vagy a literes kiszerelésnek az ára, és csak közvetlenül a vattázás előtt mosok a kezet, és lehetőleg olyan törölközőben törlöm meg a kezem, amiben még más nem, vagy papírtörlő. És nem lesz összefogdosott íze a vattának. Jól érzem, hogy akkor ez az ünnepi vattatekerős törölköződ? Hát akár, akár. Egyébként most jutott eszembe, hogy tényleg ez embere válogathatja, mert van, akinek olyan a bőre kémhatása, hogy a krómozott modról a krómot leszedi. Olyan savas az izzadsága, és izzadékony. Valaki meg nem. Kezet mos is, és nem zsíros a bőre, tehát szerintem ez is azért sokban függ ettől. Én egy harmadik módszert részesítek előnyben egyébként. Nevezetesen megszoktam. És baromi gyorsan átgőzölök rajta pár milli folyadékot, és akkor már nem lesz olyan íze. Igen, ebben igazatok van. Én ebben nem nagyon tudok így hozzászólni a dolgokhoz, ugyanis én nem használok ilyen magam által építhető kazánokat. Az az igazság, hogy az életem túl rövid ahhoz, hogy én ezzel törődjek, hogy állandóan vattát húzogatok és csinálom. Használtam én is egy darabig ilyen eszközöket, viszont az volt a probléma, hogy kiteszem a lábamat itthonról, konkrétan, ha nincs nálam egy teljes ilyen csomag, amiben mindenféle csavarhúzók és egyéb ilyen kütyümütyük vannak, akkor onnantól meghalt az elcigim, és addig, amíg én haza nem érek, addig nem tudok pöfékelni. Most legutóbb, amikor is hazamentem Magyarországra, akkor vittem magammal ilyen eszközöket, ugye, vagyis egy eszközt, mert úgy voltam vele, hogy ez tök jó, meg ez működik. Na most hazamentem, és a repülőn valamiért tönkrement ez az eszközöm, szóval használhatatlanná vált. Otthon én nekem nem voltak ilyen cuccaim, nem bírtam tekerni, és hát el kellett mennem, és vásárolnom egy
egy egóra való valami olyan kazánt, amit tudjak használni. Úgyhogy én azóta csak és kizárólag ilyen cserélhető kazános motyókat használok, ebből mindig van a zsebbe egy-két darab, bármi van, fejre fordítom, széttekerem, ki a kazán, be a kazán, viszlát, megyek tovább, és már meg is van az élvezet. Igaz, hogy nem ad olyan ízt, igaz, hogy nem ad olyan hatást, viszont nekem ez így tökéletesen megfelel. A biztonságérzet. És akkor így, erre ráfűznék. Most vagyok, így van. Figyelj, Peti, de akkor ráfűznék erre, és mivel kóstolsz akkor? Mivel kóstolok? Konkrétan, mivel, hogy sokan, sőt a legtöbben igazából, főleg a kezdők egóra való eszközökből ismerik meg a levesemet, így ezáltal ugye ez a fő termékprofil, így én konkrétan EBC kazánokból szoktam kóstolni. Majdnem mondtam, hogy beszarok. Jó, az LBC-nek nyilván nincs olyan íze, de maga az, hogy így megtudjam azt, hogy az íz jó lesz-e, vagy nem lesz-e jó, arra tökéletesen jó egy LBC-kazán. Ha az íz megfelel nekem egy LBC-ben, akkor utána áttöltöm azt a saját kis cigimbe. Most így reklámozhatok, megmondhatom, hogy milyen patront használok? Do it. Hogy ne. Sőt. Kérlek szépen, mindjárt leolvasom róla, egy Kangertek aerotank megát használok. Úgyhogy én olyankor fogom, szépen itt hazajövök, ebből van nekem kb. 10 darabom, beélesítve, itt állnak szépen, itt kifertőtlenítve, kimosva, és amikor van egy olyan ízem, ami LBC-ből azt mondom, hogy na ez már lehet, hogy húha, akkor ezt ebbe szépen beletöltöm, ugye nyilván ebből jóval erőteljesebb ízeket kapok. Hangsúlyozom, nem egy Kéfán, nem egy Tájfun, de attól függetlenül nem is egy LBC, akkor ebbe beletöltöm, és ebbe meglátom, hogy nyújtja-e azt a csodát, amit várok tőle. Még mindig kapargatom össze az államat a földről, hogy... Nem, de egyébként meg nem tudom, hogy miért, tehát abszolút logikus. Hagyjál már a logikáddal. Nem, most gondolkoztam, hogy ezért érzem annyira faszán ízesnek mondjuk a GT-ben a szörpöket szerintem. Mert ugye ott jobban kidobja az ízeket. Szerintem ez tekerés, vatta, illetve talán még a régi módszer, az üvegszövet, mindenki másképp szereti, mindenki másképp tekeri. Nekem például, amikor még én ezt a kéfánt használtam, ami itt ül mellettem, vagy itt fekszik mellettem az asztalon, kétszer sose sikerült ugyanolyanra megtekernem konkrétan. Úgyhogy mindig más íze volt, megszoktam, így is jó, úgy is jó, amúgy is jó, de nyilván jóval vastagabb ízeket lehet belőle kivarázsolni, mint egy sima egóra való eszközből. Na jöjjön a következő kérdés Balog Dávid tollából, akit sokan csak Blackiként ismernek. Eljött ez a pillanat is, Blacki kérdez tőlünk. No. Víz hozzáadása ördögtől való? Javítja az ízt? Sokan úgy gondolják, hogy ettől káros lesz az E-likvid. Na? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy nagyon jó talány azóta, amióta én gyakorlatilag ezzel az egésszel foglalkozom, amikor még nem foglalkoztam így külön likvid gyártással, hanem ugye magamnak kevertem én is csak otthon a szörpöket, akkor én is a téli időszakban használtam egyetlen egy csepp vizet egy tankhoz, mert ugye valójában hígabb lesz tőle a folyadék jóval, és így maga ugye az akkori eszközök azok még nem igazán voltak alkalmasak arra, hogy azt elektromos ciginek nevezzük, azok egy ilyen szenvedős időszak volt, amikor is két sluk után kaptad a harmadikat, azt már korom. Próbáltam valamivel játszani, én is a vizet találtam ki, desztillált vízzel próbáltam így higítani, viszont rájöttem, hogy bármennyi pici vizet teszek hozzá, nekem egy furcsa ízterezmény ez a likvidben. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, biztos már tapasztaltátok ti is, amikor fel van hevülve egy ilyen régi ilyen elektromos rezsó, tudod, ami régen ugye ment a főzés ezerrel, és arra mondjuk vagy egy ilyen vizes aljú lábost felteszel, vagy éppen kicsöppel rá a víz, nem is tudom ezt másképp megfogalmazni, de ennek egy ilyen jellegzetes, ilyen vízgőz szaga van, egy ilyen gőzmozdony szaga van. Én ezt érzem a likvidben, bármennyi víz is belekerül, illetve hozzáteszem, hogy ugye a víz az nem a tüdőbe való. Sokan használják a vizet, sokan hál' Istennek úgy is, ahogy kellene. Szerintem egy fél, illetve 1% víz hozzáadása az javíthatja akár az ízt is, javíthatja a gőzt is. Megmondom azt is, hogy miért.
Ha teszel bele egy pici vizet, akkor ugye hígabb lesz a likvid. Maga az üvegszál vagy a vatta sokkal jobban tudja szállítani a folyadékot, ezáltal amit ott ugye a tekerésed felpörzsöl neked, úgymond helyette be tud jutni az új folyadék gyorsan. Most, ha ezt PG-vel szeretnéd megcsinálni, akkor ott rengeteg végét ki kell ahhoz venni, és rengeteg PG-t bele kell ahhoz tenni, hogy azt a sűrűséget ugyanúgy elérd. Viszont miáltal az a sok végé kikerül belőle, ezért a füst is ugye kevesebb lesz. És ugye ezért van az, hogy jó páran így vizezik, úgymond a likvidet. Most én azt gondolom, hogy ez fél 1%-ban még így használható is. Hogyha valakinek nem ilyen kifinomult az ízlelése, hogy ezt megérzi, ezt az ízt benne, és nem zavarja, akkor én idáig azt mondom, hogy elmennék. Sok véper használja, nincs ezzel itt semmi gond, de az ilyen 5, meg 10, meg 15% vizektől én már azért tartózkodnék mindenféleképpen. Illetve kijelenthetem, hogy így a Mystic-ben egy csepp víz nincsen, ha valakinek így nem felel meg, akkor az így a 0,5%, 1% vízzel még mondjuk igazíthat rajta. Bár mondom, én magamnak semmiféleképpen nem csinálnám, én egy nagyon minimális kis vizet is megérzek benne, és már nem azt kapom azt a tiszta ízt a likvidtől, amit várnék, hanem mellette ott van az a vízgőzés, olyan, mintha egy ilyen, nem is tudom, mintha egy ilyen gőzkabinba elektromos cigiznék. Ezt akartam éppen mondani egyébként, hogy sokan példálóznak azzal, hogy de hát, ha a szaunába megy az ember, ott is ezt a párás gőzt szívja be. Bocsáss meg, Charlie, ott nem igazán. Én ezt valahogy arra hasonlítanám, hogy a forró vas és a víz találkozása. A szaunában ott nem vasra öntöd a vizet, hanem ott azt hiszem talán lávak követ használnak, ugye? És ott, hogyha ráöntöd, ott teljesen máshogy gőzölődik föl a víz, mint egy vaslapról. Vagy éppen egy vas tekerésről, vagy nem is tudom. Érted a hasonlót? Igen, de szögezzük le, hogy itt soha nem csapvizet említettünk végig. Nem, csak is desztvízről beszéltünk. Ugyanis, ion cserélt? Az ion cserélt is jó lehet, viszont ugye az ion cserélt víz az nem desztillált víz. Most ezt úgy szokták mérni, hogy a víznek van egy úgynevezett ilyen EC, azt hiszem, hogy EC értéknek hívják, ez az oldott ásványanyag tartalom. Ha ion cserélt vízzel mész, annak van ásványanyag tartalma. Úgy tudom, hogy a desztillált víznek annak nincsen. Most igazából, hogyha ion, vagy pont fordítva, az a baj, nem vagyok kémikus, már nem emlékszem ezekre. Az ion cserélt víz, az ugye gyantaoszlopon igen, leengedett. Hát, a kristályon is lehet igen csinálni. Igen, tehát ott maradhatnak vissza ásványanyagok. A sima deszt. Egyébként, ha valaki bemegy a patikába, azért nem fog éhen halni, mert vett egy 100 milli deszt vizet. Hát, nem tudod szerintem mondani, én legalábbis ilyen 2 literes palackokba szoktam. Igen. És ilyen növényolaj, vagy nem is tudom, hogy ez a gyógynövényolaj gyár, vagy nem is tudom, hogy ki ennek a gyártója, de igazából nem nagyon adják ezt ki a patikába, mert ezt ők is ilyen felhasználásra kapják. De attól függetlenül lehet szerintem bárki hozzá tud jutni desztillált vízhez. Az a jobbik választás, mert annak úgy tudom, hogy teljesen nulla az oldott ásványanyag tartalma, ezáltal a tekerésedre nem fog úgynevezett vízkő ülni, nem fog semmi olyan kiválni belőle, amit te nem szeretnél. Még egy, szerintem az ion cserélt is egy jó választás lehet, de a csapvizet én azt azért így hanyagolnám. Erről egyébként az jutott eszembe, most láttam valamelyik fórumban egy képet, hogy valaki a nagypapájának kicserélte illetve hát a kazánját, de valamilyen nagyon egyszerű Helix, még a régi típusú, tudjátok, fönt, megtekerve. Nekem is van olyan barátom, aki 2-3 hónap után hozza el a tekerést, és én azt hittem, hogy nagy a koksz rajta. Ekkorát ti még nem láttatok. Mint, hát az vagy 0,5 centi volt, és így nem akartam megérteni, hogy ebből mi jött ki már. Gőz nem nagyon. Mert gyakorlatilag szar alapanyag egyrészt. Igen. Én rettentően küzdök egy csomó véperre, amikor négy szem közt beszélgetünk, és mindenféle borászati PGVG beszerzési helyekről szerzik be az alapanyagot, hogy fú, az nagyon jó. Visszafűzve még a víz témára, hogy önmagában a likvidnek is óriási vízmegkötő kapacitása van. Tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy zárja
az üvegét, és ne csinálja úgy, mint a haverom, aki a 2 literes befőttes üvegbe tartotta a 100 millilikvidjét. Az jó és, és azt vette észre, hogy egyszer csak minden kazányából kifolyt egy idő után. Azt hittem azt, hogy egyszer csak azt vette észre, hogy több van benne, mint amennyi volt. Ne, hát fölveszi a... kimondja a levegőből, ugye? Levegőből a nedvességet. Pont ezért használják az élelmiszeriparban, meg a kozmetikai iparban, hogy megköti a nedvességet. Ja, 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 ja. Úgyhogy erre figyeljünk oda. Céljából is, ugye? És állagjavítás céljából is. Mi, melyik iparban, hogy, és miért használják igazából? Megvannak ennek a dolgai? Jön a kedvenc kérdésem, mert ez nem lehet elégszer hangsúlyozni, és mindig jönnek a tudományos dolgok. Buzási László azt kérdezi, hogy az érlelési idő csak tapasztalat alapján belőhető, ugye? Értem ez alatt, hogy sokan mondják a gyümölcsös lötyikre, hogy szinte azonnal szívhatók, a dohányosokra meg néha 2-3 hetet írnak érlelésre. Ki szobahőmérséklet javasol, szobahőmérsékletet javasol, ki hűtőt. Ugyanez a bekevert alap tárolására is vonatkozik, a napfényt mindenki kerülendőnek írja, de a hőmérsékletben már nem annyira nagy az egyetértés. Az előző podcastben, ha jól emlékszem, akkor ugye volt akkor is erről a dologról gyakorlatilag szó. Hát nem is tudom, kezdjük így talán az érleléssel. Ugye én akkor is elmondtam nektek és a kedves hallgatóknak is, hogy ezt mindenki szája íze szerint válogatja. Amikor egy likvid elkészül és friss, akkor annak megvan a maga jellegzetes íze. Van, aki ezt úgy szereti, hogyha egy kicsit úgymond így bedárkosodik a likvid, hogy egy kicsit összeérnek az ízek, és gyakorlatilag van, aki ezt úgy szereti, hogy érlelgeti. Érlelésre a Mystic esetében legalábbis szerintem nincsen szükség. Levesek, amiket megkapnak a kedves vásárlók, úgyhogy akkor is érlelésre, viszont van, aki mégiscsak alkalmazza ezt a technikát, ez esetleg a hobbi, abban is várni rá, mert ez is egy örömteli pillanat, úgymond, nem tudom. Na jó, de... Van, aki pedig úgy szereti. Egy picit még szakadozol addig, mondom én is, hogy múltkor is azt beszéltük, hogy amíg olyan egyszerű ízekről beszélünk, hogy csak az jut az eszembe, málna. Mi más is juthatna az eszembe? Hát, komolyan. Hát, látsz te azon kívül mást is? Baszd meg, nem. Szóval, tehát ezek az egy íz... amit az ember egynek gondol, mert a nyelvén ott azt az ízt érzi nagyon. Tehát nem ezek az összetett, bonyolult 8-10, mit tudom is én, vannak olyan nagyon spílerek, hányból kevernek, Fifika? 21-ből. 21-ből. Na szóval, azt beszéltük, hogy amíg ilyen egyszerű ízekről Lébafos. Beszélünk, addig nincs mit érlel össze az ember, és mivel. Tehát én ezért is mondom, hogy én ennyit biztos nem. A dohányosnál már ugye beszéltük, hogy ott, ha kicsit bonyolultabbak az ízek, több összetevő vagy aroma van, akkor igen, ott lehet arról szó, hogy vár az ember pár napot vagy hetet, de nekem ez még mindig olyan várakozás, igen, jó is lehet, akár én sose szoktam várni. Figyelj, Charlie, végül is, hogyha azt vesszük, akkor tényleg ezzel az, hogy oda leteszi a likvidet, mondjuk maradjunk egy dohányos íznél, valójában elképzelhető az, hogy egy 2-3 hetes érlelési folyamat alatt karakteresebbé válik az íze. Kicsit jobban összeérnek az ízek benne, talán nem fog úgy kicsúcsosodni, nem lesz tolakodó egyik összetevő se benne, összeérik egyetlen egy komplex ízé, amit a kedves véper úgy szeret, ahogyan ő azt éppen szereti. Mindenki tudja, hogy ő nagyjából mennyit szeret erre várni. Van, aki 1 hetet, van, aki 2-t, van, aki 3-at. Ezt ugye mindenki maga dönti el, hogy ő éppen mennyit vár, és mennyire szereti, hogyha ez az íz éppen így karakteressé válik neki. Igen, és akkor a tárolás? Tárolás. Szerintem ezeket a likvideket abszolút nem kell hűtőben tárolni. Már csak azért sem, mert a hűtőből kikerülve ezek ugye eléggé használhatatlanok, ott a hidegben eléggé ledermednek,
akkor utána szokott jönni az, hogy hú, hát ha kiveszem a hűtőből, akkor már beteszem egy kicsit a mikróba. Na, én azt senkinek nem ajánlom, továbbra se. Senki nem tudja azt, hogy az alatt az 5-10 másodperces mikrózás alatt mi történik a likviddel, hány fokra melegszik az föl, hogy hány fokra melegszik az föl, azt én elmondom. Nem tudom pontosan, de kipróbáltam, miután a múltkori podcastben beszélgettünk, betettem a mikróba egy üvegcsében így gyakorlatilag levest. 5 másodpercre betettem, kivettem, és hát én buta megpróbáltam úgy megkeverni a dolgot, hogy így megráztam így a kezemben azt az üveget, hogy összelögyböljem úgymond benne lévő folyadékot. Na most egy ilyen kisebb rántásra, mint a víz kiszabadult a folyadék az üvegből, ráömlött a kezemre, és sebesre égette a kezemet konkrétan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon megmelegszik, és ez a likvidnek egyáltalán nem tesz jót. Úgyhogy én utána hetekig nyalogattam a sebeimet miatta, hogy ó, én buta, mit csináltam. Mindegy, ennek ellenére senkinek nem javasolnám el sem ezt a mikrózást, illetve a hűtőben tartásra sincsen szükség. A hűtőben maximum, ami jó benne az, hogy sötét van, a hideg az így, arra szerintem nincsen szükség. Ugye, ha jól emlékszem, akkor a múltkor is én azt mondtam, hogy ezt szobahőmérsékleten érdemes tartani, amire jobban érdemes odafigyelni, az napfénytől jól elzárt területen kell tartani. Még ezek sajnos, én ugye mindenféleképpen ezeket az UV-védett palackokat és üvegeket használom, de sajnos ezeken az UV-védett dolgokon is átjut a napsugár, ezen is átjut a fény, és hogyha mondjuk nem 5 nap alatt, vagy 10 nap alatt, de egy hónap alatt, hogyha kiteszem a napfényre, sajnos abba is meg fog romlani. Úgyhogy erre mindenkinek felhívnám a szíves figyelmét, hogy keressen egy olyan kis helyet a likvidjeinek, ahol úgy nagyon nem éri napfény. Sötét. Irányos spájz. Spájz. Például. Megmondtam, spájzoljatok. Ez egy jó ötlet. Elég hűvös van, ott biztos, hogy nem fog felmenni 25 fok fölé a hőmérséklet, illetve ott azért jó sötét is van. Azt szerintem a legideálisabb hely a likvidnek egy spájz. Jó, ugorjunk. Csoknyai Attila azt kérdezi, kényes témaként, hogy PG allergia, illetve érzékenység miben nyilvánul meg? A fogínyvérzés lehet a PG-től, vagy semmi köze az összetételnek ehhez, csak a nikotin hiánya és esetleg a nem megfelelő szájhigiéné okozza. Ennyi volt röviden. Igen. PG allergiáról ugye tudunk már azóta, amióta világ a világ, és amióta elcigi az elcigi. Szintén a múltkori adásban ugye elmondtam, hogy különböző embereknek a szervezete különbözően tolerálja ezt az egész PG históriát. Van olyan ember, aki szívja, és olyan jól tolerálja a szervezete, illetve olyan gyorsan ürül belőle a PG, hogy ez sose okoz neki problémát. Van viszont olyan fajta ember, akinek egyáltalán nem ürül a szervezetéből, és nagyon-nagyon rosszul tolerálja a szervezete ezt az egészet. Nála viszont sajnos ilyenben nyilvánul meg a dolog, hogy igen, fogínyvérzés, a torka kiszárad, a torka begyullad, be is dagadhat a torka. Láttam olyat is már, hogy valakinek a nyelve dagad be tőle gyakorlatilag. Volt olyan barátom, aki elkezdett elcigizni, és így 3 nap alatt elment teljesen a hangja. És olyan szinten elment a hangja, hogy abba kellett hagyni az elektromos cigarettát, utána ő neki gyakorlatilag át kellett térnie egy sokkal-sokkal végésebb történetre, ott viszont ebben már nem volt semmi problémája, úgyhogy ezáltal egyértelműen kiderült, hogy a PG igen sajnos okoz némelyek embereknél allergiát, viszont ami jó ebben, hogy hál' Istennek nagyon kevés százalékban vannak azok az emberek, akiknél ez tényleges problémát okozhat. Illetve valamilyen szinten a szervezet is egy idő után megtanul ezt tolerálni. Nem azt mondom, hogy ha valakinek akkorára dagad a nyelve, mint egy ló, akkor is szívja, mert akkor is muszáj. Bizonyos mértéket kell ezzel tartani, és szépen-szépen hozzászoktatni a szervezetet, illetve innentől mindenki maga ki tudja találni, hogy neki milyen arányú leves jó, melyik vált be, és melyik az, ami ez a toleranciai szint alatt marad. Jó, akkor jöjjön Deák Tamás kérdése. Az elején, hát az élelési technikára arra már kitértünk. Igen, már Csárli, bocsáss meg, hogy megszakítalak, csak én esetleg a fiúknak valami hozzászólni valója a témához. Én annyit akartam hozzátenni, hogy sok esetben, tehát mielőtt mindenki abba hagyná az e-cigit, mert PG allergiája van, gondolja végig azt, hogy a szervezetéből
ürülnek ki a méreganyagok, illetve a nikotin felszívódás az nem úgy fog történni, ahogy a cigarettánál történt. Ezért aztán nagyon sok véperrel beszélgettem, akinek az első ilyen tünete a fogínyvérzés volt, és hogyha a fogínyvérzést kordába tudja tartani egy fogkrémmel, és más egyéb tünete nincs, tehát nem dagad a torka, a nyelve, nem tudom én, bőrpír, meg ilyen más egyéb tünetek nem jönnek elő, akkor vépeljen nyugodtan tovább, mert az nem PEGI allergia. Illetve hát arról is sokszor beszéltünk, hogy, és tanulmány is volt róla, hogy nem feltétlenül attól vérzik az ínyed, hogy szívod az elektromos cigarettát, sokkal inkább attól is vérezhet, hogy abba hagytad a hagyományos cigarettát, aminek ugye érösszehúzó hatása van a benne található nagy dózisú nikotinnak. Itt ez nem jön, és ezért. Igen? Illetve még ugye Fifikának ebben nagyon igaza van, attól függetlenül, hogy valaki elkezd elcigizni, és mondjuk érzékeli ezeket a dolgokat, akkor annál-annál inkább oda kell figyelni a minél inkább jobb, minél jobb szájhigiéniára, és ezzel is elő tudja segíteni azt, hogy gyakorlatilag tünetmentesen tudjon elektromos cigarettázni. Lehet, hogy pár nap alatt lezajlik, lehet, hogy pár hét, de ha odafigyel a szájhigiéniára, és mondjuk napi egyszer mosott eddig fogat, de most érzi, hogy gondok vannak, és rámegy, és csak mossa, és csak mossa, és csak mossa, ezzel nagyon sokat tud segíteni, úgymond a szervezetének, és innentől kezdve elképzelhető az, hogy egy-két nap alatt el is került ezt az egészet, és utána gyakorlatilag már úgy elcigizhet, ahogy csak akar. Nagyon sokat számítanak ezek a dolgok. Illetve még mindig nyitott esélyként ott van az, hogy az 50-50-ről, mondjuk, vagy a 80-20-ról átáll az 50-50-re, vagy esetleg a végé többletre. Így van, így van. Mint én például, nekem van PEGI allergiám, semmilyen allergiás tünet, tehát légzőszervi összehúzódás, nyelvdagadás, ilyesmi nincs. Én, hogyha 30%-nál több PEGI-s leves szívok, akkor szinte azonnal, de hát így egy órán belül az arcbőrömben a zsírmirigyek bedurannak, és egy-két helyen kipattogzik, mint a pattanásos lennék. Ezt ennyi. Tudod, miért van? Amúgy. Na. Na miért? Azért van, mert a te szervezetedben ez így nyilvánul meg, ugye az ilyen méreganyagoknak a kiizzadása, az főként ugye egy az izzadság útján jön ki, a másik pedig ezek a pattanások. Ugye ezek a zsírmirigyek pattanások, ezek általában így szokott tisztulni a szervezet. Na most a te szervezeted az szépen azt csinálja, hogy amint ezt a nagy dózisú PEGI-t megkapja, ezt oda beletolja neked, és ezért van az, hogy ott bedurrannak neked ezek a zsírmirigyek, mert nem tudnak olyan gyorsan tisztulni, ahogyan éppen kapják. Úgyhogy például erre a megfelelő példa, hogy te már kitaláltad azt, hogy neked milyen arányú leves az, ami nem okoz problémát, mert mi a tolerancia szinted. Igen. Kikísérleteztem valóban. Na, így van. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel akkor aztán meg is válaszoltuk a kérdést. Igen. Na, akkor Deák Tamás, ugye volt itt a mikróban melegítés, meg levegőztetés, ezt már átbeszéltük. Azt mondja, hogy ilyenek érdeklik még, hogy mágneses likvid keverő különbözik-e az érlelési idő dohányos és gyümölcsös likvidek esetén? Hát az érlelési időt, ugye azt így megbeszéltük. Igen. Mágneses likvid keverő. Ez alatt mit értünk? Ami... Szerintem az, amit tudod, ezt a kis lapátot beledobod mondjuk az üveg tégelyben a likvidbe, és akkor az alulról egy ilyen indukciós eljárással megforgatja a... Jaj, tudom, láttam, hogy ilyen ventilátorokra rá hekkelnek, szerelnek ilyen mágnes lapokat, és úgy van, hogy ugye ezt a stirrer kapszulát ezt beledobják, és gyakorlatilag ezzel alulról egy ilyen ventilátor, egy ilyen fennel hajtják az egészet. Igen. Ugye? Akkor most erről beszélünk? Hát így leegyszerűsítve, igen, láttam már bolti verziót is ebből valami viszonylag elfogadható áron, de szerintem igen, erre gondolt ő. Végül is ötletnek igazából nem rossz a dolog, de kérdezem én, hogy ez mondjuk mitől másabb, mint hogyha ezt egy üvegbe beletöltöm és így összerázom, mert jó, mutatós, meg az ember tényleg szerete kicsit barkácsolni, tök jó dolog, nem is venném el tőle senkinek a kedvét, mert amúgy jól is mutat, de így szerintetek ez mitől másabb, mint ha én mondjuk egy üvegbe összerázom? Hát talán laborban is szoktak ilyesmit használni, hogy talán rövidebb idő igen. alatt homogénebben elegyíti a folyadékot. Mondjuk de igen. Gondolom ahhoz mondjuk ott hogy nem kell percig rázogatni az üveget, azt ott hagyod 20
percre, és esetleg ténylegesen mondjuk homogénebbre keveri, mint egy 2 perces rázás. De én úgy gondolom, hogy ahhoz mondjuk a PG végéből adódóan is az egy sűrű anyag, tehát ott hogy egy picit a keveredést elősegítsük, mondjuk ezt egy melegíthető Na igen. bázis elemre kéne tenni, de hát az nem olyan melegíthető, hogy jó, nem tudom is én Charlie, körülbelül akkor 30 most már nem az otthon keverőkről igen. beszélünk. Na jó, de itt ő mágneses likvid keverőről beszélt, azért jó, mondom, hát hogy az, van hogy 270 ezeré, meg van 35 ezeré is. Na, de csak hogy értsd meg, hogy ő mire gondolt, meg hogy én mire akarok kiukadni. Tehát ő szerintem ez alapprobléma lehet, hogyha valaki így összehekkel valamit, akkor beleüli a pénzt meg az energiát, és ott van egy olyan dolog, ami nem működik. Ezt akartam épp mondani, hogy az, hogy utána ő még kitalálja, hogy alulról melegíteni kéne, hogy könnyebben lehessen keverni az anyagot, hát ott én úgy gondolom, hogy akár 10 fokok is dönthetnek, hogy de fokok biztos, pontosan beállítva, hogy az mikor legyen jó, de még ne menjen az anyag kárára. Szóval ott a pont Charlie nálad, pont erre akartam kiukadni, hogy ugye ezek, amiről beszélünk, ezek a keverők, ezek a laborkeverők, ezek gyakorlatilag ugye melegítenek is. Na most a melegítés által erre rá van kötve egy termométer is, és ezt termométerrel ellenőrizni is kell folyamatosan a likvidnek a hőmérsékletét. Hőmérsékletét, ezt csak így kevergetem, az úgy jó buli, de igazából ami már labortechnika, az már az melegít is. És otthon egy ilyen eszközhöz szerintem egy Éper azért, hogy 10 milli likvidet megkeverjen magának, biztos, hogy nem fogja megvenni, mert így Fifika ezt jól mondta, ezek kb. 3-500 ezer, de láttam már 1 millióért is ilyen eszközt. Ezek nem hiába kerülnek ennyire, sajnos ezek tényleg profi eszközök, de ez nem egy otthoni likvid keverőnek a pénztárcájához mérhető dolog. De ha berendel egy nem is tudom, egy 500 millis, vagy egy 200 millis főzőpoharat, meg egy darab üvegpálcát, tökéletesen meg tudja vele keverni a likvidjét. De egyébként nem jó, így ülsz előtte, 10-15 percig. Mint a kávé. Igen. Kevergetni. Kell ülni akkor, és kevergetnie kell folyamatosan, míg maga ez az otthon hekkelt ventilátoros cucc, ez tök jó, mert az ember fogja, fölteszi a lekvárt rá, elkezdi szépen neki kevergetni, ő közben elmegy egy kicsikét kürcsikézni, elmegy, nem tudom, megnézi az esti mesét, és akkor visszatér egy fél óra múlva, akkor már elképzelhető, hogy homogére összekeveredett neki a cucca pohárban, míg a te módszerednél, ami amúgy nem elvetendő, mert nagyon jól mondtad, hogy egy üvegfőző pohár és egy üvegpálcával is lehet ezt csinálni, viszont akkor ott kell ülnie rajta és folyamatosan dolgozni, mint az őrült. Mert aztán előfordulhat az is végső soron, hogy keveri mondjuk 2 percig, ott hagyja, és egy fél óra múlva meg nem azt mondom, hogy teljesen szétválik 2 komponensre, de látni nem. Lehet szépen elkülönülve a... Nem fog szétválni, Csábi. Hidd el, hogy szétfog. Üvegpálcával is meg lehet 2-3 perc alatt keverni elég homogénre az anyagot, tehát nincs az a semmi baj. Há jó, hát a te kezdet motorra. Az a fura ötletem támadt a múltkor, hogyha már egy végsepert a gőzlér társadalmon az ultrahangos mosó hullám, hogy az ott alapvetően mikroszkópikus robbanások történnek a folyadékban, úgyhogy ez biztos nagyon rezgett, és az az ötletem támadt, hogy nem jó ez esetleg likvid összerázásra? Ultrahangos mosó? Aha. Hát nyilván légmentesen le van zárva a flakon, bedobod 5 percre, az ott elrázogatja. Kérdés, érlelés, hogy a ez elég-e, mert ugye, amit te mondasz, ez az ultrahang, itt igazából bombázva van maga az a cucca, amit beleraksz ugye oda tisztítani, viszont nem tudom, hogy a likvidnek ez elég-e, ez kavaró hatása, vagy csak egyszerűen bombázva lenne az üveg, és a benne lévő likvid így állna, mint egy puding, és csak pok-pok kapná az ütéseket. Nem vagyok benne biztos, hogy ez megkeverni, bár nekem nincs ilyen ultrahangos mosóm, de gondolom nektek van, ezt kipróbálhatnátok akár. Egy időben ezt érlelés gyanánt használták, a külföldi fórumokon nagyon fölkapott volt, hogy ultrahangos mosóval lehet érlelni a likvidet, és igazából annyit érsz el vele, Krisztián, hogy ha mondjuk buborékos, akkor a bubik gyönyörűen följönnek a tetejére, és abszolút levegőtleníti a keverésedet. De egyébként szerintem önmagában nem keveredik. Keverésre zsákutca. Zsákutca, így ahogy mondtad. Igen, én is ettől. No,
Kipróbálom azért majd két színező folyadékkal, Pró vagy két próbáld szinten ki, betöltöm, és megnézem, hogy próbáld összekeveri-e. ki. A PG végével próbálkozzam, mert azért itt a viszkozítás nagyon sokat bizony Az mondjuk igaz, és nyom azon alatt látszik, van. hogy elvált-e vagy sem, Így azon van. elég jól látszik. El Jó, nem. kipróbálom. Ha már összekeveredett, akkor el nem fog válni. Úgyhogy ebből egyből megtudod, hogy mi történt. Csak az összekeveredés miensége a kérdés, igen. Az egyből meg fog látszani, mert ugye a VG fajsúlyánál adva az leül mindenféleképpen az aljára, a PG az föl fog ülni a tetejére, és látszani fog abban az üvegcsében szépen, ahogy elválik egymástól a két anyag. Nyilván ott lesznek a fátyolók benne, ott lesz ez a homályosság, de azért a két anyagot meg lehet majd különböztetni egymástól. Van projekt, akkor jó, a jövő hétre ezt Más lepecselem. a fénytörése, Krisztián. Én még javaslok neked egy ilyen lézeres spektroszkópot, vigyél magadra. Na jó, van a Minden hülyeségeitekkel most már. feltétlenül Megyek a következő kérdésre. prizma berendezésekkel Igen. mindenhonnan. A végén ott fogunk már tartani, hogy otthon keverőnek konkrétan másfél-két milliós labor cuccokra van szüksége. Facebookos kezdő csoportban. Én előbb vagyok, vagyok, mit javasoltok? Én előbben vagyok, mert Ezt az IVEF labor berendezés. Szuper lézert itt építik Szegeden, úgyhogy sehol se vagytok. Ott fogom lézerrel keverni a likvidet. Hadron ütköztetőbe. Hadron ütköztetőbe. Mit hoztatok? Elég majd két 10 millis likvidet itt a hadron ütköztetőbe, igaz? És akkor fölgyorsítjuk majd ezt ilyen nem is robbantott hány likvid. millió kilométer per órás sebességre, és amikor ütközik, akkor ott lesz majd a nagy, nem is tudom, a nagy ősrobbanás, a likvid ősrobbanás. Nem, én ezt már tovább vezettem. A hadron ütköztetőbe beállítod a PG-t, VG-t, és megbomb, és nem a likviddel bombázod meg, hanem az én ultrafincsi málnámmal. És az, ahogy majd szétcsapódik ott, mikroszkopik, jaj, de finom lesz. Az egész világot megtakarod a málnáltan. Amikor így a málnáról leválik az elektron. Világuralom. Málnát világuralomra. De most még egy ötletem támad egyébként. Fúha. Hát ha valaki személygépjárművel közlekedik, akkor megfogja a kis friss keverését, bedobja a csomagtartóba, és miközben napközben furikázik, az ott összerázódik. Na várjál, nem Trabanttal jár már az emberek többsége, hanem olyan gépjárművel, ami nem nagyon adja át az útrezgését. Na jó, láttál te már Budapest filmzetéket? Szomorúvá tesztek. Hát akkor direkt kockaköves útra mész. Hát igen, akartam mondani, hogy most már lassan eltűnnek a kockaköves utak, sőt, talán már nem is nagyon van, úgyhogy erről már egy kicsit lecsúsztunk, erről a dologról, de azért még találni Pesten olyan utakon, a Pesten az olyan, hogy nekem kis terautóval kell járnom, hogy hazaérjek. Újpesten van ilyen út, csak a nem az érdemel az közepén, mert akkor a lukak vannak az úton, hogy nem bírok átkelni vele rajta egy normális személy. Gépjármű. Lehet még ilyeneket találni Budapesten bőszen, úgyhogy... Így állnak a rendőrök a kockaköves útnál. Meg lehet ez. Ha valaki kétszer oda-vissza elmegy, az állíts meg, bazd meg, mert likvidet kever. És előkapják a spektrométert, és megnézik, hogy na milyen az a likvid. Na de menjünk tovább, mert van még itt érdekes kérdés. Kempf Tamás kérdezte, hogy koffeinről érdekelne, hogy probléma-e, ha rakunk a likvidbe a tüdő szempontjából? Először is első kérdésem ezzel kapcsolatban. Tiszta koffeint honnan szerzünk? Ugye nem arra gondoltunk, hogy itt most az instant Nescafét keverjük a likvidbe. PG-vel átfőzi. A kotyogóson. Kicsoda? Ne. Ne adjál. Egyébként van már a piacon koffein arra. Tudok róla, Trifika, ez, ha jól tudom, akkor itt Angliában az egyik gyártónak a terméke, valami Mad Cow-nak, vagy nem is tudom, hogy hogyan hívják ezt. Én még nem kóstoltam meg, de attól függetlenül azért azt ne felejtsük el, hogy ezt egy cég gyártja. Most egy otthoni keverő, hogy ő tiszta koffeint szerezzen. Ezt ti el tudjátok így képzelni? Ez körülbelül olyan, ez még talán még bizarrabb, mint a tiszta nikotin, nem? Én azt mondanám, hogy Alibaba, most leszek, és szerintem nem kell
feltétlenül a szezont a fazonnal összekevergetni, ha valakinek koffein hiánya van, így jön egy bögre kávé, vagy egy teát. Én is így mondom, abszolút. Igen, ez a fölkelek reggel, olyan álmos vagyok, rágyújtok egy ecigire. Jó, mert ha itt tartunk, akkor hol a vége ennek? Tehát most nyomjunk bele proteint, és akkor enni se kell, vagy... Vagy a gyúrósoknak, aki gyúr, és ugye ilyen protein készítményeket teszik, akkor nyomjuk tele vele tényleg, és akkor nem is kell ilyet csinálnia, csak gyúrnia, meg szívni az ecigit, mint a gép, és akkor szépen attól lehet hasasodni. De hát ez nem így működik. Én azt mondom. Ilyen likvidet nem, a izmosító likvidet nem akarsz gyártani. Muscle likvid, igaz? A piaci rés. Body likvid. Ne, jó, body likvid, tényleg. Fogunk mi még hajnövesztő likvidet és ilyeneket látni, amikor mainstream lesz az elciki. Hát amerre felé haladunk, srácok, én látok erre esélyt, igen. Egyre-egyre inkább haladunk bele abba, hogy már nem arra használjuk az eszközt, és nem úgy, ahogyan ez az egész kellene. Úgyhogy most már beleszövünk mindenféle olyan egyéb olyan dolgokat, amire senkinek semmi szüksége van, mint például ez a koffein is. Ha a koffeinre vágysz, igyál egy jó kávét. Ha elcigizni akarsz, akkor meg elcigit szívjál, ne keverjél bele mindenféle olyan dolgokat, amiről nem tudhatod, hogy utána az mit okoz. Lehet, hogy ő csak ezt úgy gondolta, ezt a koffeint, mint a volt ez a slágertermék volt ez a kannabiszos likvid, tehát csak így nem tudok rájönni, hogy tudja, hogy a koffeinnek milyen íze van. Nem a koffeinnek, nem feltétlenül ő gondolom, csak ezt az élénkítő hatását akarja kiaknázni, de igyon egy bögre teát, vagy egy kávét, aztán... Sőt, van erre még egy nagyon jó ötletem, ha már nem akar kávét, meg teát sem inni, akkor lemegy szépen a boltba, vesz egy doboz ilyen pocket coffee-t, abban 5 darab ilyen kis csokika van, ami valami kávés, ja, igen, levesnek, meg van töltve, azt én annó használtam, marha jó, abból egyet bedobsz, és úgy kinyitja a szemedet, hogy még a szempilládat is fölcsavarja. Gyakorlatilag, ha már nagyon koffeinezni akarunk, akkor bevág 2 olyat, azt utána lemegy Szegedre, meg vissza 3-szor, az biztos. Remek, jön a következő érdekes kérdés. Zsellér Gergőtől jött. Ételfestékkel színezett folyadékokról is érdemes lenne szót ejteni. Igaz, hogy egyszer láttam ilyen marhaságot egy csoportban, de nem kellene divatot csinálni belőle. Találtam egy táblázatot színezőanyagokról és azok hatásairól. Itt bent van egy link. Ez még talán attól lesz érdekesebb, hogy gondolom nem azt vették alapul a vizsgálatok során, hogy mit tesz belélegezve. Színezékekkel kapcsolatban valamennyire azért nyilatkozó képes vagyok. Volt egy időszak, mi is használtuk ezeket a színezékeket. Nagyon-nagyon-nagyon utána jártam ennek az egész dolognak, hogy milyen fajta színezéket és mit érdemes használni. Régen azt gondoltam, hogy bizonyos ételszínezékek megfelelhetnek ennek a dolognak, el is kezdtem a nyomozást. Aztán erre rájöttem, hogy ezek az ételfestékek valójában egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy likvideket színezzünk vele. Vannak ennél sokkal-sokkal speciálisabb festékek, amik inkább alkalmasak arra, hogy színezzük vele a likvideket, viszont én egyszer úgy gondoltam, hogy ha nem muszáj, akkor abban a likvidben ne tegyünk semmi olyat bele, amiről nem tudjuk. A gyártó nyilatkozata alapján ez nem tartalmaz semmi olyat, teljesen naturális színezék volt, amit én használtam, de ennek ellenére én bennem azért mindig ott volt az, hogy muszáj ebbe azért olyat beletenni, amit amiről nem tudjuk pontosan, hogy mi, csak azért, hogy trendi legyen. Én nem hiszem, szépen nézzen ki a polcon. Nem hiszem el, hogy erre szükségünk van. Ha ilyenre van szükség, akkor tegyen föl egy színes palástot, és gyakorlatilag megkapja ugyanezt, anélkül, hogy a tüdejébe jutatja. De nem igazam? De igen. Én akkor megfordítom. És a színes palást volna nem volt ki, mert én láttam olyan palástot, ami nem megmattult, hanem kivilágosodott a likvidtől. Ezt igen, ez gyártója is válogatja. Ugye beszéltünk erről is, hogy a likvid töri a palástot, nem töri a palástot, kiszívja a színét, vagy nem szívja. Ez ugye attól is függ, hogy maga a kedves gyártó mennyire veszi a fáradtságot, és mennyire szeretné a pénzt arra költeni, hogy ő jóféle műanyagból gyártja le azt a palástot. Most általában, ugye ez köztudott, hogy ezek Kínában készülnek. Mostanság már az a módi, hogy ami nem Kínában készül, az nem eredeti, mert már csak ők gyártanak. A
kínai nem mindig figyel azért arra oda, hogy ő a legdrágább és lehető legjobb anyagokat használja annak érdekében, hogy az a likvid ne lépjen reakcióba a palásta. Sajnos előfordulhat, igen, a rossz minőségű palástokból kioldódhatnak dolgok, de ez ugyanúgy igaz a színezetlenre is természetesen. Biztos láttatok már olyat, hogy így megreped így a palást így a likvidtől, és mondjuk az nem egy fahéj, egy citrom, vagy egy olyan, ami köztudottan repeszti a palástot, de gyakorlatilag a megreped. Ez attól lehet, hogy olyan fajta műanyagból csinálja, amiben reakcióba lép valami a likviddel, és ez így a kettő hatására szépen végigreped. Ha ezt jó minőségű műanyagból gyártják, és olyan fajtából, ami, mert ugye azért ez köztudott, hogy a műanyagoknak is vannak fajta, nem is tudom pontosan mennyi, de ha jól tudom, valami 9 vagy 10 féle műanyag létezik így a világon, amit konkrétan használnak így az e-cigi palástokhoz. Ebből van olyan, ami nagyon jó minőségű, a jó istenben még egy pahéjjal se bírod megrecsenteni, meg van olyan, amiből beletöltesz egy csepp vizet, azt már attól is megrecsen. Úgyhogy ez megint az van, hogy jó minőségű cuccot használunk, vagy esetleg nem. Illetve ugye maga az aroma is lehet agresszív, mint mondjuk egy fahéj, vagy egy citrom, vagy egy, már nem is tudom, van egy csomó ilyen aroma, ami ugye repeszti a palástot. Ez is okozhatja, viszont egy jó minőségű palástot nem fog tudni kikezdeni így az aroma se, meg semmi se. Vagy a legjobb eset az, ha üvegpalástot használunk, na abból biztos, hogy nem fog semmi kioldódni. Fuck yeah. Egyébként Fifika pont a tőled kapott GS, ha emlékszel, vagyis hát amit igen, elcseréltünk. Panaszkodott nekem a grafikus srác, hogy hát letettem éjszaka, és reggelre nem volt benne likvid. Hát mondom, hülye vagy beleraktál valami olyat, hogy. De nem rakott bele olyat, mert nem használ olyan folyadékot. Szétszedtük, és gyönyörűen az alsó részénél a menetnek, ahol vége van, így körberepedve szépen. Tudod, amit így körömmel így el tudsz egy picit feszíteni. Egyébként ugye én is GS-t használok, meg gyári palástól is használok. Gyári palástól is használod, és itt megszakadt a vonalad. Itt a mondat vége. Igen. Hát ennyi. Tehát gyári palástól is használom. Kész. Fifika lehalt? Úgy látom, igen. Megint fasza a nete. Jó. Akkor én azt mondom, hogy menjünk rá Varga Ákos kérdésére. Azt mondja, hogy gondolva a kezdőkre is, akik kacérkodnak a gondolattal, tudnátok egy kis összefoglalást adni? Hogy induljunk el, mire kell vigyázni, mik az előnyei a kész, minőségi likvidhez képest, hol lehet informálódni, s a többi. Na végre, amit pont az előbb belekezdtem, most itt az alkalom. Kezdő likvidgyártók. Tehát van a Siemensnek az a labor berendezése 1,5 milliónál kezdődik. Ha nem azt veszitek meg, bizonyára nem vagytok férfiak sem, és gyengébb cuccal nincs is értelme neki állni. Nincs hát, mert így fogja magát a likvid az üvegből, így kirepül így saját magától, kiszáll így a nyitott ablakon, és soha többet nem láthatod, ugye? Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy mindenben törekedjünk a profizmusra, ebben is. De azt múltkor is kiszámolgattuk, átbeszélgettük, hogy egy deci havi likvid használat alatt igazából nincs értelme annak, hogy kevergesse otthon az ember, szerintem. Illetve azért megvan a gyári likvid használatnak is a maga jó tulajdonsága, ha egy jó minőségű likvidet megveszel, amit egy jó nevű gyártól vásárolsz, akkor abba elméletileg, meg aztán gyakorlatilag is így kéne lenni a dolognak, rengeteg-rengeteg szaktudás, rengeteg-rengeteg pénz bele van investrálva, ott elméletileg a gyár vállalja érte a felelősséget, hogy az üvegben ténylegesen az van, amit ráírt, ott komoly szaktudás alapján vannak összeállítva a dolgok, komoly technikával vannak kivitelezve mind a keverés, mind a kiszerelés, mind pedig maga a tárolás, úgyhogy ebben az esetben majdnem, hogy biztos lehet abban, hogy az a termék, amit kap, az biztos, hogy az, ami rá van írva az üvegre. Míg az otthon keverésnél ugye az van, hogy azért emberek vagyunk, sajnos elnézünk dolgokat, nem mindenki van ott a toppon, nem mindenki érti teljesen a lényeget, egy picit félre számolsz, egy picit ezzel, egy picit azzal, és a végén már egyáltalán nem azt kapod, amit vártál, dobhatod ki az egészet. Van, aki így is elszívja, mert azt mondja, hogy hát ez drága volt, inkább elszívom, de akkor innentől kezdve az van, hogy
hogy költheti rá újabb pénzeket, addig, amíg az nincs, amit ő akar, és gyakorlatilag, mire kijön az, amit ő szeretne, addigra rájön, hogyha ezt a pénzt gyári kész likvidre ráköltötte volna, sokkal jobban megúszta volna, ugyanennyi pénzért gyakorlatilag egy jóval kevesebb gyomorideggel megkapta volna azt, amit vár ettől az egésztől. Úgyhogy a gyári likvid fogyasztása az valamilyen szinten egy garanciát nyújt a vásárlónak arra, hogy ő azt kapja, amit vár a terméktől. Azt ne felejtsük el, amit mondtál pár perccel ezelőtt, hogy vagy talán Fifika, ez a befőttes üvegben tároljuk a folyadékot, aztán csodálkozunk, hogy nem olyan az állaga, mert magához rántja a vizet. És vannak igen olyan komoly gyártók, akik attól a pillanattól kezdve, hogy a végé egy zárt láncban, egy rendszerben, levegővel nem érintkezve elkészül, pontosan egészen odáig, hogy lepalackozzák a kész likvidet, az levegőt nem ér. Ezt így, ahogy mondod, konkrétan ebbe ez a jó dolog, illetve hát azért azt még hozzátenném, hogy itt igazából maga a termék mögött, ha már komoly cégről beszélünk, akkor valamilyen szintű minőségbiztosításnak kell, hogy álljon. Ez gyakorlatilag az van, hogy a kedves vásárló nem csak a kész likvidet megveszi, hanem ehhez ő megkapja a szupportot, és ehhez megkapja ő azt, hogy ez mögött egy csapat áll, egy komoly csapat, ami minőségbiztosítással rendelkezik. Ezáltal ő biztos, hogy olyan likvidet fog kapni, amit ő elvárt. És nem talál döglőt patkányt másnap reggelre a likvidjében. Igen, ha csak nem hagyja nyitva az üveget, ugye, és nem egy befőttes üvegbe tárolja. Igen, ahogy mesélted, én végig azon gondolkoztam, hogy azért az otthoni házi körülmények között nincs az az izolációs lehetőség. Tehát óvatatlanul azért a levegőben keringő porszemek, egyebek, egy macskaszőr belecsúszan a desinfektorba. Macskaszőr, atya úristen! Gondold végig, hogyha ilyenre adod a fejed, akkor a minimum az élelmiszeripari gyártás technológiai szabályok betartása, tehát ott egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkezni annak, aki érintkezik bármilyen módon is a késztermékig, az eszközökkel, az üvegekkel. Úgy kell beöltözve lennie, hogy se a haja, se az egyéb váladékai ne kerüljenek bele. Folyamatos lótszámos minőségbiztosítás ebből a gyártásból, félretett mintákkal. Hát csak emlékezzünk vissza a kínai promó videókra, hogy beöltözve a túlnyomásos kabinban, a zsilipelt kabinban, ahol egy porszem nincsen, mert nagyobb a légnyomás, mint kint, tehát minden kifele megy. Így is lehet likvidet gyártani, meg úgy is, hogy otthon a szobában hobbiból kever magának az ember egy-egy decit. Csak a kettő az nagyon nem ugyanaz. Jó, azért ne ijesszük meg az embereket. Ja, persze, nem is azért, csak... alkalmával, macskaszőrrel és mindenféle haj és egyéb emberi bőrszármazékok is még mit sorolhatnék, meg poratka, meg minden bele, meg a tűszentés, meg az egyebek. Egy otthoni keverőnél nyilván ő, ha ezzel így megbarátkozik, és megcsinálja magának, akkor ezzel így igazából nem hiszem, hogy túl sok dolgot ártana, de attól függetlenül én mindenféleképpen azért mondom, hogy a gyári likvidet vásárol, ő ott nem csak a likvidet kapja, hanem egy minőségbiztosítást gyakorlatilag, ami garancia arra, hogy ő abban az üvegben azt fogja találni, ami a címkére van írva. És fél év múlva is, ha vesz belőle egy üvege, ugyanaz lesz benne, ami fél évvel ezelőtt. Pontosan, erről van. Illetve, ha valami bajod van, akkor ő mondjuk a címkének akár a sorszámozás, vagy bármivel, akár napra visszakövethető, hogy mikor, melyik gépen gyártották, és az ellen mintával, amit mondjuk elraknak, azzal vissza lehet ellenőrizni, hogy na most akkor mi a helyzet. Ez mögé elméletileg ugye le van fűzve egy gyártási napló, a gyártási naplóból egyértelműen kiderül, hogy mi anyagok kerültek bele és mennyi, annak éppen mi a száma, és egyebek, és így van az elővett szemplárból, mintából, nagyon gyorsan rá lehet arra jönni, hogy ez most ténylegesen a kedves vásárlónak esetleg a szája íze lehet, vagy pedig ténylegesen rossz az a minta, ami például mondjuk nálunk nem fordulhat elő, mert mi minden egyes gyártást, minden egy
egyes ízt, minden egyes erősséget megkóstolunk, mielőtt az elmehetne. Ennek ellenére elrakjuk a samplert is belőle, ha esetlegesen bármi probléma lenne, ami hál' Istennek még nem volt, ezt le is kopognám, akkor gyakorlatilag visszakövethető az egész folyamat, és azonnal meg tudom neki mondani, mikor készült, mi történt a levessel, és gyakorlatilag mindent. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, ez erre lett kitalálva, nem hiába. Ennyi. Ja. És hogyha már ennyit beszéltünk a likvidekről, és az adás előtt még nem voltál itt, és hát nem az adás előtt, az adás elején beszélgettünk, ugye úgy került ez az egész képbe, hogy beszélgessünk megint erről, hogy egy, kérték a hallgatók, kettő, hallgattad az előző heti podcastet, és itt nagybetűkkel vastagítva, aláhúzva dőlt is. Tehát nem csak a múlt hetit, hanem rendszeresen hallgatod, és általában kapok tőled is feedbacket, hogyha valami jót mondtunk, vagy nem jót mondtunk. És tettél egy elhamarkodott felajánlást. Nem volt az olyan elhamarkodott részemről legalábbis, lehet, hogy te annak érezted, de egyáltalán nem. Igen, tettem egy felajánlást méghozzá azzal kapcsolatban, hogy úgy hallottam, hogy nektek most lesz egy találkozótok. Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy ez az 50. adásotok talán. Igen, igen. És ennek tiszteletére szerveztek egy ilyen vaper találkozót. Na most én erre nagyon szerettem volna elmenni, de sajnos nincs rá lehetőségem, így ott lenni nem tudok, viszont szeretném, hogyha Magyarországon is meg tudná mindenki kóstolni úgymond az ízeimet. Szeretnélek megkérni téged arra, küldenék neked egy kóstolópakkot, amit szeretném, ha egy találkozón kitennél. Ebben megtalálhatók a régi misztik ízek, mindenki meg tudja ugye kóstolni, akár azokat az ízeket is, amit eddig még mondjuk a palettáról nem tudott megkóstolni. Ezen kívül egy pár új íz is helyet kap a dobozban. Többek közt egy olyan íz is, ami még itt Angliában sincsen kiadva. Gyakorlatilag ezt így Magyarországon ti fogjátok elsőként megkóstolni. Ősbemutató. Igen, ősbemutató. Ezen kívül is még lenne még egy kicsi ajánlásom, méghozzá az, hogy ez mellett, a szemplerek mellett még egy másik dobozt is el fogok neked helyezni a csomagba. Arra szeretném kérni, hogy akik ott egybegyűltek lesztek, szeretnék mindenkit megajándékozni, nem sokkal, de legalább egy üveg likviddel szeretném, ha a zsebében térne haza, úgyhogy küldenék akkor még egy ilyen csomagot neked, és az lenne a feladatod ezzel kapcsolatban, hogy onnan üres zsebben távozhasson erről a találkozóról, légy szíves, mindenkinek a zsebében legalább egy likvidet dugjál bele ebből a csomagból. Jó, többféle ízt fogok összerakni, többféle variációban, nem tudom, ezt rád bízom, hogy választható lesz, vagy egyszerűen kiosztod. A lényeg az, hogy én ott a megjelenteknek szeretnék kedveskedni egy kis likviddel, ha megengeditek. Én ennek személy szerint nagyon szépen köszönöm, a többiek nevében is. Szerintem roppant nagy ívű és nagy lelkű a felajánlás révén, hogy reményeink szerint nem kevesen leszünk. Én ezekre az ízekre természetesen a málna mellett nagyon kíváncsi vagyok, hogy le tudja-e váltani valami a már megszokott málnámat, amit egyébként hetente legalább kétszer-háromszor mindenkinek el kell mesélnem, hogy mit szívsz málnát, mi az a birodalmi málna, misztik málna. Jó, de mivel kevered? Semmivel. Belerakom és szívom. Nem akarják elhinni. De azt szögezzük le, hogy én tőled ezért pénzt, fizetséget, ellenszolgáltatást nem kapok, hogy kimondom, hogy ezt szívom. Egyszerűen nekem ez jött be. És Krisztián a megmondhatója, mert ő is kóstolta, hogy Krisztián, milyen az a málna? Menő az a málna. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a felajánlást, remélem, sőt, hát én biztos vagyok benne, hogy mindenki örülni fog neki, mi nagyon várjuk egyébként. Neki, meg a kedves megjelentek is örülni fognak neki. Remélem, hogy az arányt egyébként eltaláltam, mert nem titkolt cél, tehát ez egy többnapos szervezés volt, és ezért is tettem fel azt a kérdést, hogy ki milyen likvidet szeret. Úgyhogy én mondtam is, hogy 300 milli Royal 5-ot.
Csak így finoman, tehát ez a korumpálhatóak vagyunk, tudom, igen. Igen, azt mindenféleképpen meg fogom kóstolni, mert mindenki annyira mondta ezt a Royal Five-ot, hogy most már tényleg dohányba is nyitnom kell, úgy látom. Kíváncsi vagyok rá, na. Én is kíváncsi vagyok rá, hogy így ennyi málna után hogyan bármi más a torkodon. Nem mondjátok, nem igaz. Kiveti a szervezetet, Charlie. Igen, és nálam is fellép, csak nem a PG, meg VG, meg tököm tudja, hanem nálam ez a nem málna allergia. Nem málna allergia, igen, és most úgy csinálok, mint hogyha most ez lett volna a kazánomon, de nem, most tekertem rá, és egyébként Blue Ice, és iszonyat jó hűvös az íze. Igen, mint a nevében is benne van, ez attól Blue Ice. Ez baromi jó. Mint egy jégkockát szopogatnék. Igen, egy jégkockából zár gyümölcs. Úgyhogy jó, hát akkor ennek a részleteit megbeszéljük, hogy mint tud ez eljutni hozzánk. Szerintem esetleg, hogyha van valami, mit tudom is én, ilyen, nem tudom, plakátod, vagy molinód, vagy a fene tudja, amit így ki tudunk rakni alá, vagy mellé, mert ennyi üveg az már tényleg olyan, hogy ennek már terjedelme lesz. Hát frankon szerintem majd azt kell csinálni, hogy itt van ez a kóstolóasztal, ott van az a kóstolóasztal, úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert... Kóstolóasztal egy lesz igazából, mert a másik csomag az úgy, az emberek zsebébe kerül, az nem fog asztalra kerülni. Úgyhogy nem megoldottuk a dolgokat, szerintem. A molinót, vagy pedig valamit, azt én erre még akkor ki fogok találni. Ha még lesz erre időm, és még pozzá valahogy kerítek rá időt, akkor csináltatok ez molinót, vagyis legalábbis küldök neked, és akkor azt megkérnének szépen, hogy akkor azt ott szépen rendezd el, tedd ki rá a dolgokat, és akkor szépen mindenki körbe tudja járni az ízeket, meg tudja őket kóstolgatni, és aztán el tudja maga dönteni, hogy hú, ez jó, ez nem jó, hú, hogy eddig ezt esetleg nem próbáltam. Úgyhogy ez egy jó lehetőség lesz arra az embereknek, hogy megismerjék a teljes palettát. Na, én ezért örülök neki egyébként, mert én is olyan vagyok, hogy kísérletezgetni annyira nem szeretek ilyen decis kiszerelésekkel, ez viszont pont arra jó lesz, hogy egy-két cseppet drippelgetni, és megnézni, hogy na, milyen az az íz. Pontosan. Ki tudja, hát, ha itt találja meg élete ízét az ember, nem kell ezért úgymond palira megrendelnie több üveg likvidet, abból kiderülnie, hogy jaj, hát ebből mondjuk erre azért nem nagyon szokott példa lenni, de mondjuk ez pont nem ízlik, meg akkor ez csak pénzkidobás volt. Én nem szeretem, ha az emberek szórják a pénzüket, és dobálják ki az ablakon. Próbálok mindig erre a lehetőséget teremteni, hogy meg tudják kóstolni a terméket, és ténylegesen csak arra adjanak pénzt, amire azt mondja, hogy ez neki meg is éri. Ez az alapelv. Ez nagyon zsír. Most egy dolog jutott eszembe. Ezt sose kérdeztem meg még tőled. Na. Mit szívsz a magánéletben? Te legtöbbet. A magánéletben? Hát most éppen az Eldorádót, nevezetű likvidemet szívom. Előtte most egy jó ideig teszt céllal szívtam a Fruit Explosion nevezetű likvidemet. Ebből ti ott majd ebbe bele is nyalhattok ott a találkozón, ugyanis teszek be ebből is kóstolót. Ez nem a Fruit Punch? Nem, ez nem a Fruit Punch, ennek az a neve, hogy Fruit Explosion. Ez egy gyümölcsös robbanásnak nevezném az egészet, ezt így beszívod, és egy ilyen gyümölcsös robbanás történik a szádban tőle. Egy jó darabig most ezt szívtam, ugye, mert hogy maga ez termékkísérlet is volt. Előtte pedig, már nem emlékszem. Én vártam, hogy mondod, hogy málnád, de... Én, Charlie, el kell keserítselek, nekem mondjuk a málna annyira nem a kedvencem, nekem előtte talán még a Nutti Dream, az, ami én ezeket az ilyen karakteresebb, ilyen kicsit ilyen karmosabb ízeket szeretem. Mondd meg őszintén, van még valaki, aki ennyi málnát szív, mint én, vagy velem van a baj? Nincs veled baj, Charlie, de nincs még egy ilyen ember. Kizárólag miatt tartják nyitva a málna ágazatot. Végül is mondhatnám így is, igen. Te vagy a legeslegnagyobb fanja ennek a málnának. Amit igazából nem is bánok, attól függetlenül nagyon szeretik az emberek, imádják, és hát nem tudom. Szóval így konkrétan
te vagy a legnagyobb málnafal, akkor is. Az az igazság, hogy én már nagyon sokszor azt érzem, hogy ilyen ellenállási mozgalom van Magyarországon, hogy mindig azzal példáloznak, hogy ha a nevem szóba kerül valahol, és a málna. Pedig tényleg ez csak vicc, tehát nem csak málnát szívok, viszont az a döntő, és lehet, hogy azért egy csomóan azt gondolják, hogy itt valami baj van ennek az embernek a fejével, vagy mi van ebbe a málnába, de most akkor meg fogják tudni kóstolni, hogy na fiúgák, milyen az a málna. Persze, igazából sok olyan ismerősöm van, aki nem hajlandó tágítani így a megszokott kis íze mellől. Van olyan barátom, aki a cég indulásakor megjelent Prime 66-os nevezetű likvidemet egyszerűen annyira eszi a mai napig, nem tudtam rávenni, hogy szívjon mást. Már mindent megkóstoltattam vele, egyszerűen nem. Azt mondja, hogy ez a Prime, ez ilyen letehetetlen dolog, ezt ő egyszerűen nem bírja elfelejteni, ez neki egy az egybe régi cigire emlékeztet, ilyen ízű cigarettát szívott, és ez neki kell, mert ha ez nincs, akkor ő visszaszokik a cigire. Van olyan, aki például én is, magam is egy jó darabig, ha jól emlékszem, egész pontosan vagy 3/4 évig, vagy egy fél évig, csak és kizárólag például a Nutti Dream-et voltam hajlandó elszívni. És megvannak ezek az emberek, akik egyszerűen nem lehet őket kimozdítani a kis maguk megszokott ízvilágából, neki ez így tetszik, neki ez így bejön, ez nála oldja a feszültséget, és én ezért nem is nézek le senkit, mert ő csak azt az egy íz szívja, és csak azt, és csak azt, és csak azt, ha neki azt felel meg, és azt helyettesíti a cigit, akkor nagyon örülök, hogy van egy olyan ízem, amivel le tudod szokni a cigarettáról, és adja neki. Ennyi. Jó. Elképzeltem itt menet közben, hogy bejelentett, hogy kivezetjük a piacról a Prime 66-ot, és oda láncolják magukat az üzembeleállathoz az emberek. Ez sajnos ennek ez lenne a vége, Krisztián, hidd el nekem. Bármely ízemet megpróbálnám megszüntetni, akkor ott elég komoly ellenállásba ütköznék, úgyhogy igyekszem nem megszüntetni ízemet. Az egyik ízemet ezek szeretik, a másik ízemet azok az emberek szeretik. Igazából nem azért lett ez kitalálva, hogy meg legyen szüntetve, úgyhogy ne izgulj, nem lesz megszüntetve. Nagy kő esett le a szívemről. Neked aztán nagyon mi a Prime 66-ra. Nem, úgy egyébként mondom, megszüntetés, és egyből beugrott, hogy így ahogy tudod, mikor megy a gép, sorszaladnak az üvegek, és így hirtelen így belassul, és a málna megáll. Nem, és az utolsó sem. Csöpp így pikk, így leesik, és azt mondod, ez volt az utolsó. Nem, a málna amúgy az egyik vezértermékem. Nem tudom, hogy miért, valószínű ezért szeretette is, de tényleg nagyon csípik az emberek, nagyon szeretik, és azt mondják, hogy olyan, mintha egy málna bokorban feküdne, és csipegetné így a málnát szépen onnan a bokorról, és falnál befelé. Úgyhogy tényleg ilyen a málnám. Egyébként és mindig arra is törekszek, hogyha valami oda van írva az üvegre, akkor azt is kapd belőle, ami oda van írva. Az alma alma, a málna pedig málna. Ezért szenvedés nekem mindig néha, mikor kezd laposodni az íz, egy-két tankot elszívni mást, de utána megint annyira jó, ugyanaz a régi megszokott íz. Bizony, bizony. Most erre mondjuk eszembe jutott, hogy Fifika mondta, hogy ő például, vagy ez nálad is így van, hogy ő úgy szokott kóstolni, hogyha épp úgy adódik neki, hogy egy kicsit a nyelvét pihentesse, üres pégét, végét szív, mit tudom is én elszív pár slukkot, Fifika erősíts meg. Nem, kell egy óra szerintem legalább, amíg kitisztul az ízlelésed, és akkor mondta utána... De egy jó trükköt, Fifika, hogy ne kelljen csinálnod. Fogd meg, rakjál oda magad mellé egy nagyon jó lezárható üvegben kávét, szemes kávét. Ja, és azt ugyanúgy, mint azt szagolni? A parfümérián. Megfogod, szépen szívsz a likvidből, egy pár percet pihenteted a szádat, hogy már annyira ne legyen gond, és megfogod, kinyitod az üveget, és egy jó mélyet, hát nem egyet, vagy egy négyet, ötöt, jó mélyen belelélegzel ebbe a befőttes üvegbe, a szádon és az orrodon is keresztül. És ha ezt megteszed, akkor utána iszol rá még egy pár korty vizet, és indulhat a következő kóstoló. Na, ezt kipróbálom. Próbáld ki, mert a kávé gyönyörűen kitisztítja az ízlelőbimbókat, az orrodat kitisztítja gyakorlatilag, úgyhogy utána teljesen felüdülve futhatsz neki az újabb ízlet. Nekem egy vapertársam mondta, hogy ő rászokott arra, hogy úgy vépel, hogy beállítja az időzítőt a telefonján. És akkor, tehát nem ilyen láncvépelést csinál, hanem óránként 5 perc.
És ő mondta, hogy te egészen más. És egyszer kipróbáltam, és tényleg igaza van. Tehát, hogyha pihenteted egy kicsit az ízlelő bimboidat, akkor mindig érezni fogod az 1 óra után azokat az ízeket. Nem fáradsz el gyakorlatilag. Illetve megmarad a cigi feelingje a dolognak, mert ugye a vépelés az már nem a cigarettázásról szól, mert itt ugye a vépelésnél már azért úgy vagyunk vele, hogy hát az eszközön keresztül vesszük a levegőt, míg ezt a régi ciginél nem mondható voltál, mert 1 órába kiszaladtál, 1-2-5 perc elnyomtad, és akkor megvolt, amiért kimentél. Ha így használod a cigit, akkor megmarad maga a cigarettának az illúziója is, hogy te tényleg kimész, te tényleg 1 órában 5 percet töltesz ki, mert addig dohányzol, és addig csinálod így a dolgaidat. Ez amúgy egy jó dolog, csak ugye az emberek általában ezt nem így használják, már pedig azért sem, mert finom. És ez egy nem hízlaló édességnek is beválhat, illetve hát itt van a kezembe, dolgozok, csinálom a dolgokat, és egyfolytában csak szívom, 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 aztán oda lyukadok ki, hogy jaj, hát mamám, ez kicsit kormosra sikeredett, ja persze, elfogyott a likvid a tangóval, hát akkor töltsük újra. Úgyhogy megvan annak is a varázsa, igen, ez az 1 óra, és akkor 5 perc. Na, és akkor térjünk át a szabadszavasra. Bármi más a témában, amit úgy kikívánkozik belőled, és végre jó magyarokkal beszélni újra. Igen. Hát, ami úgy nagyon kikívánkozna belőlem, olyan nincsen. Azt gondolom, hogy átbeszéltünk mindent, amit itt a kérdések kapcsán ugye meg tudtunk beszélni. Az elején volt egy-két olyan kérdés, amire fölállt a hajam, de azt hiszem, hogy ezt letárgyaltuk, és ehhez többet nem is fűznék hozzá. Nem is tudom, még annyit tudnék esetleg elmondani, hogy ott a találkozón kóstolgassátok a leveseket, és utána várom az új ízekkel kapcsolatos review-kat, hogy kinek hogy ízlett, ki mennyire volt odaérte, és hogy ez Magyarországon mennyire lesz befutó íz, illetve amire még nagyon-nagyon kíváncsi leszek, ez még nincs kiadva ízem, ez a Kubán Cigár nevezetű likvid, ez egy elég erőteljes, szivaros ízű likvid lett. Erre nagyon kíváncsi leszek a véleményetekre. Erről kérlek valami review-t, vagy valami véleményt majd. Figyelj, akkor szerintem azt csináljuk, most így gyorsba ez jutott eszembe, hogy kinyomtatok én, mit tudom is én, 30-40-50 papírlapot, és arra mindegyik ízt felsorolom. Ugye, hát ötelezővé nem szeretném tenni a dolgot. Ja nem, akinek nem kedve van, elveszi, és épp amit kóstolt, az becsillagozza, hogy az mennyire ízlet neki, vagy mik az észrevételei. És akkor van egy ilyen feedbackünk is, hogy... Ez így szuper, csak kérlek szépen, így kötelezővé ne tedd a dolgot, mert hogy igazából nem erről szól az egész. Persze, nem persze. Az van, hogy bármit elvárunk ezért az egészért, ez teljesen ingyenes, és ez gyakorlatilag, ha valakinek van kedve nyilatkozni, nyilatkozik, ha nincs, akkor nincs. Jó? Jó, jó, tiszta sor, szuper. Szerintem ez így vállalható mindenki részéről. Jó. De rendben. Szerintem meg lesz nekik a kedvük is. És késztetésük hozzá, mert ez is egy érdekes dolog egyébként. Egész más úgy szívni, hogy szívod, vagy azért, hogy így a fejedben átgondolod, hogy miket érzel, mit hiányolsz, mi a sok, mi nem. Néha jön nekem ilyenem, hogy leülök, és így gondolkozom azon az ízen, hogy miért nem olyan jó, mint a málna, mondjuk. Azért, mert nem málna, Charlie. Na, hát ennyi, hát olyan egyszerű. Csak nem jöttek még rá az emberek. Na de majd most. Na de majd most, kérem szépen. Peti, egyszer valamelyik keverésedbe így szeretném, hogyha a nyakig beleültetnéd a Charlie-t. Na. Hát, ha, és hát, ami nem málna, hát, ha egyszer, hát, ha egyszer megcsömörlik a málnát. Szerintem nem fog megcsömörleni a málnából, de azért hidd el, Fifika, próbálkozok. Mert mindig kérdezi, hogy mi az, amit még ajánlok, meg mi az, amit még ajánlok, úgyhogy azért ő is nyitott ám a dolgokra, azért kóstolgatja a palettát elég jól, úgy tudom, hogy már a fekete ribizlivel is elég szépen összebarátkozott, úgy tudom, hogy a Blue Ice-szal is elég jól összebarátkozott, úgyhogy már azért félig sikerült őt leterelni a málna vonalról, de azért teljesen nem szeretném. Azért mondom, hülyeségeket ne beszéljünk azért. Nem, nekem annyira nem szeretek ugrálni. Tehát a fekete ribizli, a málna, most a Blue Ice, és a Babylon. Ja igen, és még a Babylon. Úgyhogy azért mondom, ne legyünk elfogultak, van ott azért más is. Természetesen a vezérhajó az a málna, nyilván, de amellett azért még kell egy pár más íz is.
Úgyhogy rajta vagyok, Fifika, hidd el, majd előbb-utóbb sikerül így Charlie kicsit lenevelni róla, hogy ne állandóan állna, de azért nem baj az. Legalább valami dohányos szívna néha, de ez nem fog szerintem dohányos szívni, mert így az ízlését, így a likvid kóstolásából én már nagyjából ismerem. Ő nem az az ember, aki dohányos likvideket fog szívni. Ez borítékoló. Azért, fiúk, azt érzitek, hogy itt a legnagyobb elismerés részemre az lenne, hogyha kijönne egyszer végre egy rohadt Charlie Edition. Természetesen Málna. Málna. Charlie Edition Málna. Megmondom neked őszintén, Charlie, hogy ezt a Málnát már nem bírom íberelni. Ez már annyira toppon van, hogy ezt már nem tudom szerintem íberelni, de azért ne hamarkodjuk el a döntést, még elképzelhető, hogy az én műhelyemből is kikerül egy újabb Málna, ami meg még inkább Málna. De ennél már nem... Nem kell überelni, figyelj, rakd bele egy ilyen 100 millis cseppentő végű flakonba, és az lesz a Charlie Edition, mert én még csak ilyennel láttam mászkálni találkozni. Ja, értem, mit mondom. Hát most mi baj van abban? Tehát én nem tudok elmenni. Más vizet hord olyanba, érted? Tehát semmi. Off Afrikában egy egész törzs szobját tudnád vele oltani, de te abba természetesen Málna likvidet. De volt. Hát ezért nagyon is szégyellem magam, hogy múltkor ilyen kicsi flakonnal láttál. Likvid kulacs, tudod? Igen, kulacs, pontosan. Az a baj, hogy mindig elkapsz olyan gyenge pillanatomban, hogy akkor pont nem volt nagyobb flakon. De egyébként 2,5 decisnél nagyobb flakonban itthon Málna nincs. Hát azért adjuk meg már neki a tiszteletet. Figyelj már. Tessék? 2,5 decisnél kisebbe. Azt akartad mondani, ugye? Nem. Hát úgy, 2,5 decisnél kisebbe itthon nincs. Na jó, mert nagyobbat mondtál. Ja, bocsánat. Miről beszélek itt össze-vissza? Charlie-t, amikor kifogy, és mint a megrögzött alkeszek a kis műanyag kannával mennek a borozó felé, Charlie is viszi az 5 literes kannáját. Én csak, Charlie, most adom le a Bovimex-nek a rendelésem. Van literes cseppentős flakonjuk, kérjek tőlük neked. De nekem is van literes cseppentős, bocsánat. Hát abban van a Málna. Hát, viccesz, az 500 millis volt, amit mondtam. Nem. Úgy rendeltem, kérlek szépen, Gergővel, hogy 10 vagy 15 literest a Málnának, és akkor még van mellé 10 fél literes, meg azt hiszem ilyen 20 darab 2,5 decis. Figyelj, Charlie, én már kigondoltam, hogy mit kéne neked. Szerintem neked egy ilyen IBC-t kéne otthon tartanod, egy ilyen 1000 literes tartály, és abba kéne neked a Málnát úgy, hogy így a belevezetve a cigidbe, hogy ne is kelljen töltögetni, hanem csak szívnád, és az IBC-ből fogyna a Málna. Hát ez óriási. Pont múlt héten beszéltünk erről az önetetős Canon vagy Epson nyomtatóról. Ugyanezt piaci rés, el nem mondjuk másnak. Jaj, a kínaiak is hallgatnak minket, basszal. Kis átalakításra szükség lesz otthon, lehet, hogy ki kell bontani a szoba falát, hogy egy ilyen darúval beemeljék neked azt az IBC-t, de igazából ahogy ismerlek, és amennyien Málna fan vagy, te még képes is lennél amúgy rá. Hát ez óriási ötlet. Úristen, kihez jött a tartályautó, ja? Charlie-nak a Málnáját. Igen. Azok is tudják, mert nyomják be az ablakán, és már kivattyúzzák befelé az IBC-be neki a Málnát. Mi? Na, és képzeld el, hogy arra mekkora izé kéne, mekkora misztikes címke kéne. Hát, igen. Arra már szerintem valószínű, hogy arra a Molino is felférne. Jaj, de most már tényleg nem fogom tudni lemosni magamról, hogy csak Málnát szívok. Ne is akard. De fölösleges. Fölösleges. Most kimostam Andornak a Salisz 3-at, amit egy picit föl kellett fúrjak, mert egy 250 eurós kazán nem szelel, akkor azt megjavítjuk, és valami pokol volt, ami benne volt, valami romlott dohány, vagy ilyen iszapszagú, moha ízű nem valami. Iszapszagú, Andor az nem is tudom, mit, bár tagadta, de engem a Cowboy Blendre emlékeztetett az, amit szívott belőle. Na, én most kiürítettem belőle, és megmutattam neki, mi a magyarok istene, úgyhogy itt ázik a bottom feederben a Málna, aztán majd megtudja. A Legion Run-ra menjen azzal. Ja, Istenem! Ez kemény volt. Nem baj, Charlie, ne szívd már.
Ezen gondolkoztam egyébként, hogy pont ez a ne szívd merre, hogy ahogy szívom én ezt a málnát, lehet, hogy ez a baj. Valami alsóbb kategóriás kazánba kéne, ami nem fogyaszt ennyit, mert tényleg így világ fájdalma, de mindenki jön a izéke, hogy egy hónapig, mit tudom is én, fél deci, meg mit, ilyen mennyiségekkel jönnek, és akkor én tényleg nem merem, már nem hiszik el nekem, meg, de múltkor a Sanya se hitte el, hogy ilyen 25, 20, 25, 30 milli málnából otthon. Tehát, hogyha talira megyek, akkor tényleg kicsi a flakon. De hát gondolom... azon gondolkoztam már sem, hogy Kanadába, Amerikába, Romániába, hogy így erdőben nem ennyi. Elkap a medve halmagot. Nem megesznek a medvék, azonnal értem. Lehet. Igen, és a medve nem játék. Na, lehet, úgyhogy... hogy azért fogyasztasz amúgy tényleg ennyi likvidet, mert ezt ilyen talán ilyen cloud chase üzemmódban használod az eszközödet, és akkor így azért annak azért van fogyasztása, meg gondolom ott bejátszik a dual, meg már a trial, meg már a quadrocoil, meg nem, már... Nem, a büdös életbe soha. Tehát hát. Én négynél többet sose tekertem. Ja, hogy azért, négynél többet. Hát azért tudom, hogy hol a határ. Jó, világos. Nem, de én amiket fogyasztok, azokat single-be fogyasztom ennyire. Na azt viszont nem tudom elképzelni tényleg, hogy csinálod, mert azt tudom, hogy mennyit rendelsz, meg hogy izét, de hogy az tényleg ilyen eszközből, hogy szívod el. Na jó, jó, van benne egy dual dripper, de hát akkor az be kell töredelmesebb valljam, hogy itt a vége. De mindig hát... elegánsan elhallgatott Charlie, hogy oda van rakva a géped mellé egy villanysparhelt, és amikor az asszony kiteszik a lábát otthonról, akkor felhőzítod a sparheltet, és így rálögyböri a málnát. Amit az előbb Peti mondott, hogy rácsöppentek egy kis vizet, mondom, milyen vizet? Bolondok ezek? Málnát? Hát egyből, vagy csak egyszerűen főzőpohárba fölteszed, aztán addig rottyantod neki, amíg nem kezd el gőzölni, aztán hadd szóljon az inhalálás, mi? Hát nálunk itthon az megy, igen, folyamatosan a szoba sarkába. Hú, mit kapok nem azért? Nem kell légfrissítő, ennyi. Jaj, így is kapok, hallod? Tényleg? Hát persze, hogy múltkor megkaptam, már nem is tudom melyik ízre, hogy várjál, mi volt a... Ja igen, szívtam a kocsiba ízét, a Blue Eyes-t. Jön asszony ki a bevásárlásba, te cigiztél. Hát, mondom, elektromos. Nem, ez cigiszag. Ne őríts már meg. Hát ez gyümölcsös, mentolos. Nem, ő cigit érez. Jó, akkor cigit szívtam. Hát 3 év után nekiállok cigizni. Valóban. Igen. Színű. Azt el tudom képzelni. Tehát nem tudok rájönni, és az is fura, hogyha a könyvelőhöz megyek, akkor azt mondja, hogy el ne tegyed, szívjad, milyen finom illata van. És a feleségem meg azt mondja, hogy ez a fifika féle éget vatta cukor. Tehát, hogy mi alapján ugyanaz az íz, ugyanaz az illat másoknál mást vált ki, erre még nem tudtam rájönni, mert én úgy... Tehát hiába... Én egyszerűen elmondom neked, Charlie, miért van ez. Azért, mert nem vagyunk egyformák, minden ember különböző, kinek jobb a szaglása, kinek jobb az ízlése, kinek meg teljesen el van nyomva. Most akinek jobb a szaglása, az nyilván mást érez ki egy illatból, mint akinek nem. Most tudok azzal példálózni, hogy nagyon sok ember nem érzi azt a 0,5% vizet a likvidben. Én például azonnal megérzem, és engem rettentően zavar is benne. Még a többi több százezer, több millió ember közül talán 1-2-3-5-10-100 ember van, aki ugyanezt ugye meg tudja úgymond csinálni, hogy kiérzi a vizet belőle. Lehet, hogy a párodnak olyan kifinomult az orra, hogy most bocsáss meg, is nem példálózni akarok, de például a kutyáknál is úgy van, hogy nagyon-nagyon erős a szaglásuk, és már egy nagyon-nagyon kis parfümös dolog is azonnal fölborítja a teljes szaglását, mert egyszerűen kiérzi belőle, hogy mi az. Lehet, hogy a párodnál ugyanez a helyzet, hogy ő olyan illatot, nem, azért mondtam, hogy nem akarok erre asszociálni. És nem büdös vagy, Charlie, tehát ezt most... De gyakorlatilag lehet, hogy az ő orra is olyan, hogy kiérez belőle olyan illatokat, amit más esetleg nem. Ezáltal lehet, hogy neki ilyen nem is tudom, ilyen gurman orra van, ezáltal érzi az illatokat nagyon jól. És nagyon erősen, és lehet, hogy ez az illat neki már pont zavaró. Van nálatok felvételi ilyen likvid kóstolóra? Mert akkor küldöm.
Ha jó a pénz, tehát csak úgy blindre nem rakom ki, hogy ezért éppen a szállásra keresse meg a lóvét, de hogyha rogyási keres, és nekem már dolgoznom se kell, hát akkor Isten úgyse elengedem. Szerintem figyelj Képes oda a volna jelekre, csáv. bedobni a Nem mélyét? azt mond, na hát így jó, mert ez ugye, ez a képes volna bedobni, mondom, hát a közösbe azért nem, de mit tudom is, én elmegyek vele, én csak úgy furikáznám, mert jogosítványa nincs, hogy megszoknám a jobbra tarts, vagy balra tarts, vagy mit tudom már, mi van azon a rohadt szigeten. És akkor én így furikázgatnám, így szívnám a megszokott kis málnámat, ő meg kóstolgasson. Egyébként most direkt belefejeltem a Blue Ice-nak a gőz felhőjébe, na ott érzem a mentolt, de a többinél nem. Nem tudom miért. Figyelj oda a párodra, keresd a jeleket, hogyha elkezdi kapargatni az ajtót, vagy dolgokat dugdosol a kertbe, akkor valami biztos, hogy van. De legyél már ilyen, Krisztián. Nem tudtam kihagyni. De figyelj már, én nálunk... Én éreztem az ígyszer, de ne legyél ilyen. Nálunk folyamatosan ez van, hogy a harmadik sluk után ez a film közben, tudod, nem néz oda, csak ez a... Még nem elég? Hát mondom, hármadszik, 2 perces, 1 perces a szívom. Az pont 1 perccel több. Ő nem is dohányzik, ugye? Meg nem, nem, is. Nem, semmi. Nem is dohányzott, nem is elcigizett. Na hát azért mondom, akkor az ő szaglása nincs tönkretéve. Hát illetve ő már látja maga előtt az ablakot, amit majd meg kell takarítani a végétől. Ja, igen. Akkor értem már, hogy itt honnan indul ki ez az egész dolog. Aha. Na az még egy érdekes dolog, ez jó lezárása lehet a beszélgetésnek is, hogy... Valakitől olvastam, mert ugye téma volt ez az autóban gőzölés, és akkor a szélvédőre ott ez a film ugyanúgy lecsapódik, és mondta, hogy ő berak zokniba macskaalmot. Macskaalmot, igen. De ez frankon működik? Mert ő azt mondta, hogy neki nem, bevált, de... Nem a kavics macskaalom, hanem van ez a, nem is tudom, hogy hívják pontosan, de egy ilyen kicsit ilyen gélállagú ilyen macskaalom, és ilyen kis, ilyen, olyan bogyók vannak, ilyen fehér bogyók benne, amik mondjuk például a gyerekeknek a pelenkájába is ezek, ez az anyag van, és ez szívja föl a nedvességet, ez tartja meg. Ezt én is hallottam. Szilikon golyók? Igen, olyasmi, mint ez a szilikon. Szilikon, igen. Na jó, de az mit fog meg az autóban levő párát, és ezáltal nem tud hozzá rántódni a végé, vagy a végé a kilélegzett gőzt? Hát ez egy jó kérdés, ezt ki kéne igazából próbálni, mert ezt tényleg arra találták ki, ugye, hogy, vagyis úgy találták ki, hogy maga a szélvédő ne párásodjon. Most nem tudom, hogy maga a végét is így megfogja-e, hogy az attól most kicsapódik-e, vagy sem, de mondjuk attól függetlenül azért meg kell mondanom, hogy ugye régen én is dohányoztam, méghozzá például autóban dohányoztam, na most azt senkinek se kívánom, amikor így egy ilyen dohányosnak az autójába elkezdi mosni mondjuk a szélvédőről ezt a dzsuvát, mert már nem lát ki egy hét után, azért a végével kapcsolatban azért nincs ilyen, szerintem. Tudni kellem példát mondani, nem olyan durva leszedni, meg nem annyi idő után lesz olyan, meg de... Meg üdös, meg nem ragadod. Persze, csak rá, olyan, meg... mint hogyha folyamatosan ködbe vezetnél. Ez sajnos, ezt meg kell szokni, ezzel jár. Figyelj, Londonba föl se tűnne. Az mondjuk lehet például. Még ezt is megkaptam múltkor, mondtam pont a Bálintnak, hogy nálatok biztos megint szar idő van. Dehogy is, tök jó idő van, süt a nap. Nem hiszem el, hogy azon a rohadt szigeten süt a nap. De mondom, nem. Látod a napot? Az az igazság, hogy ez egy kicsit túl misztifikált dolog így az Angliával kapcsolatban. Ez, hogy itt állandóan esik az eső, hideg van, köd van, ez körülbelül így a Nottinghami erdőre igaz, és körülbelül az 1600-as évekre igaz. Azért mostanság már azért valljuk be, itt Angliában is elég sok erdőt kiirtottak, elég sok sík terep nyílt. Már nem jellemző annyira, hogy itt ennyire durva lenne az időjárás. Ami van, hogy el lehet így készülni, az, hogy 5 perc alatt nyakon vág egy kis zuhi, utána úgy süt a nap, hogy le kell rántanod a pulóvert magadról. Na, utána 5 perc van, megint esetleg nyakon vághat a zuhi, az ilyenekre föl lehet készülni. De az, hogy itt ilyen hú de köd, meg hú de ez az igazi angolos időjárás, esetleg fönn éjszakon, ott el tudom képzelni mondjuk Walesben, ott sok az erdő, ott tényleg ilyen az időjárás, de például mi itt délen vagyunk, itt szerintem ez egy abszolút vállalható klíma. Uh-huh. És nagyon kicsi a hőingadozás a reggeli meg az esti, illetve a reggeli meg a déli. Hát igen, hőmérséklet között, tehát nincs olyan, mint nálunk, hogy -4 van reggel,
és mit tudom én, plusz 5 délután. Nem. Így gyakorlatilag itt én még mínusz fokot nem láttam, amióta itt vagyok. Most volt talán az egyik reggel a leghidegebb, amióta itt vagyok, az talán 0 fok volt, vagy 1 fok, de az átlag hőmérséklet az szerintem ilyen 3-4 foknál lejjebb nem megy itt télen, de például volt a tavalyi tél, ott ha jól emlékszem, a leghidegebb ilyen 7 fok volt talán. Úgyhogy itt nem jellemző ez, itt nem használnak az emberek téli gumit, nem esik a hó. Hát nem tudom, szóval nem olyan rossz azért ez a klíma, mint ahogy azt az emberek gondolják. És legalább gyakran esik. Hát ezt sem mondanám igazából, eshet, igen, de nem zavaró, szóval így az ember így elég hamar megszokja. Hát ilyen kósz az áporok, úgy értem, tehát nem ez a három napig szakad. Ja, van olyan is azért, Krisztián, most azért nem is tudom. Jó, hát rengeteg csapadék kering ott a sok víz miatt, persze, tehát ez csak coin flip, hogy hogyan jön le, de jó. Így van, így van. Coin flip, hogy jön le. Tudjátok, hogy hol járunk? Tudományosan megfogalmaz. Tudjátok, hol járunk? Több mint 2 óránál. Hát, végül is, ha ez egy jubileumi adás, akkor ez itt bele nem, is nem, ez még csak a beharangozója. Mi lesz itt jövő héten, Jézus már? Ja. Ez csak egy ilyen hétköznapi 49. adás. Aha. Hát, ez egyébként a Lackó Attila torta méretének növelése céljából lett ennyi. Igen. Szerintem rekesszük be, hogy maradjon likvid és téma jövő hétre is. Én fölveszem ezeket a pontokat, amik nem sok volt a beszélgetésen kívül egyébként, és aki az utolsó 5 percet most hallgatja, aki csak ezt az utolsó 5 percet hallgatja, tekerjen vissza az elejére, és hallgassa meg, mert likvid témában aztán most nagyon mélyre ástunk. És akkor ragadjuk meg az alkalmat, hogy bár még nincs itt a likvid, de nagyon szépen megköszönjük még egyszer a kóstolót is, az ajándékot is. Szerintem nem mindennapos az, hogy egy találkozóra ennyit bárki is felajánlana, vagy fel tudna ajánlani. Szép gesztus mindenféleképpen, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szívesen, és remélem, hogy ízleni fog mindenkinek. Hát akinek nem ízlik, azt ott hagyjuk mosogatni. Nem hagyunk ott senkit. Akinek nem ízlik, annak is kíváncsiak vagyunk a véleményére, mert akkor van valaki, akinek ez nem ízlik, ezáltal nekem van még vele dolgom. Úgy legyen. Így is lesz. Jó, a csomagot akkor várjátok, és nagyon remélem, hogy akkor tényleg mindenki örülni fog ennek a liquid csomagnak, aztán majd így a review-val kapcsolatban meg akkor majd keressük egymást, és akkor tényleg kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a vége. Jó? Jó, köszönjük szépen, hogy itt voltál, Peti. Szia! Én köszönöm, hogy itt lehettem, úgyhogy sziasztok! Szia! Hello. Na. Ez a sok likvid egyben azt is jelenti, nem tudom, föltűnte nektek, hogy oltatlanul öltözködési előírás, öltözködési dress code lett a kis eseményre. Mindenkinek kötelező zsebes nadrágban érkeznie. Igen. Én hátizsákkal megyek, most szólok. Hiába mondod, nem fogsz hazavinni 5 deci, mondta Royal 5-ot. Nem 5 decit mondtam. Jó, csak 300 millit. Jó, igen, én is túloztam. Ja, csak annyi. Sok témára nem jutott idő, de nem baj, jövő héten, akkor ezek is megmaradnak. Én úgy gondolom, hogy videónak dobjuk be szerintem Phil Buszárdó nemrég az Inokinnál járt talán? Igen. Kínában. Szóval, hát igen, mikor egy reviewer idáig eljut, hogy őt és természetesen hű fegyverhordozóját, Sancho Panzát hétköznapi nevén a görögöt is magával viszi, Dimitrit. Dimitri? Igen. Nem? De? Nem, de. Megint igazam van. 9. 9. Meg most is mondtam, ez már 10, nem? 49. De, 10. Úgy. 49, úgyhogy pont amit az előbb mondtál,
hogy természetesen most kedveztünk Lackó Attilának, de ez önös érdekek miatt, várjuk a tortát, és akkor legyen ez a címe szerintem Tortára várva. Jó. Mit szóltok ti ehhez? Fifika, itt van még, jó, vagy szerintem? Itt vagyok, te itt vagyok. Ó, nagyon zsír. Itt vagyok. Én közben a kultúra rovatot szerkesztem. Jó, mi lesz a mai? Miért bántod a kultúra rovatot? Jaj, tettél be valamit? Igen. Egy IMDB link volt bent, mégpedig ez komolyan ezt raktad be, Krisztián? Ezzel a héten találkoztam, nagyon durva, aki egy kicsit a Marvel képregények világában otthon van, annak ismerős lehet Nick Fury, a félszemű, fekete úriember karaktere, aki ugye a SHIELD ügynökséget vezeti. Na most sikerült néhány évvel ezelőtt összehozniuk egy Nick Fury Agent of SHIELD filmet, ami egy tévére gyártott mozi film lett, és érdekessége, hogy Nick Fury a fekete félszemű ügynök igazgató szerepében nem más tetszeleg, mint David Hasselhoff. Jó, akkor meg akartam kérdezni, hogy miért 3,7 az IMDb-n, de mert a másik fele, hogy én ugye ezt nézem sorozatban, és ott nem is azt mondom, hogy egy Walking Dead vagy Banshee magasságokba emelkedő, de nálam egy 6,5 azért megérdemel a sorozat. Jó. Az klassz, ez a mozi, egész estés tévéfilm mozi. Ez bűnrossz. Ja, ez bűnrossz, de Marvel. Ez már az a verzió, amikor annyira szar, hogy meg kell nézni. Ember, David Hasselhoff, mint Nick Fury, de komolyan. Ezt nem akarom elhinni, de várjálom. Nincs valami a francba. És hát, szinkronosan találkoztam vele, és ugye újabb koporsószeg a magyar film címfordítás koporsójába. Nick Fury Agents of S.H.I.E.L.D.-et úgy fordították, hogy a zűrös ügynek. A zűrös ügynek. Remek. Pusztító a film, nagyon. Egyébként már a kiírás sem helyes, hiszen a S.H.I.E.L.D.-et nem így kell írni, mert az egy rövidítés. Top 10 legrosszabb szuperhős mozik közt van, tehát. És azért durva, mert egyébként a Marvel, mint olyan, egyébként rohadt jó filmadaptációik vannak, tehát én inkább Marvel, mint DC fan vagyok, de ez egy másik podcast témája lenne. Jó, hát akkor egy ilyen magas rögtű 3,7 csillagos IMDb filmmel adjunk egy pofont a kultúrának. 2014. június 3-án ment az RTL klubban csak. Hát megpróbálom valahogy beszerezni tovább. Valahogy. Nem addig aludni. Jó, fiúk, én nagyon örülök a beszélgetésnek is. Megint jól csacsogtunk szabadszavas témákban is. Jót beszélgettünk. Petivel is megint jót beszélgettünk. Úgyhogy, illetve végre most úgy, hogy ti is itt voltatok. Úgyhogy megvágom, kíváncsi leszek, hogy mi a véleményük, vagy mi a feedback az embereknek, és várjuk a jövő hetet, akkor mire írja már? Délután 4-re? Az összetartást, igen. Tehát nem akkor kezdünk, hanem akkor a gyülekező kezdete. Hát azt így nagyon nem tudom a Facebookon, akkor azt írom 18-tól helyett, hogy 16. És akkor az lesz ott a kezdőidőpont. Mi természetesen akkor csináljuk úgy, hogy mi menjünk oda az elejére, és rendezzük be. Praktikusan, igen. Rendezzük be a dolgokat. Kitaláljuk, vagy keresünk vagy akkor ki... azt. Vagy királyosan késünk, és a bárson szőnyegen reflektor fényben. Ja. És mikor megérkezünk, akkor megkérdezik, hogy gyerekek, és hol van a félig megkötött beton, amivel a kézjegyünket itt tudjuk hagyni? Vagy mivel podcastelünk, a szájlenyomatunkat. Jó, 7-e felhős, -4, -1, vagy -4, -1. Hát gyönyörű idő lesz. Még szerencsé, hogy nem szabad. Ezt tudod, miért jó? És megint csak rá kell fűzzek, a torta nem fog összeesni. Úgyhogy Attila, köszönjük szépen a tortát, amit majd hozni fogsz, legyen előre is, legyen nagyon finom,
És az adás címe, Tortára várva. Örülök, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok!